open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek. Klassz FM. 6 óra után vagyunk, 15 perccel itt vagyunk. Szerda van, még az előbb hétfő volt is, amikor szerda. Hogy de jó hangzik ez így. Ez azt jelenti, hogy egy napot átaludtál itt velünk, és otthon is. Igen. Hétfő szerda. Hétfő szerda. Na nyomd meg a harmadikat. Na, azt nem mered, mi? Na most itt vagyunk. Ez az. Szóval, ugye hát most beszéltük azt, hogy hétfő van, milyen nehéz a hétfő, még nem tudom, és szerda. Figyeljetek, észrevettétek, hogy június, most nem a rövidülnek a nappalok, meg tényleg nem, semmi. Nem, az jó. Hagyja azt, hagyjuk be. Áll, két hét egyébként csak igen. Mondom, és megyünk bele a télbe. De hogy... hogy nem is akartad szóba hozni, de aztán mégis jó. De figyeljetek, június közepe van nem sokára. Mindjárt. Még nem nyaraltunk, még nem volt igazi meleg, még semmi. Körülbelül két hónap múlva hűvösödnek az esték. Ez mi? Hát ez hihetetlen. Ez száguldás az élet országunkban. Én nem tudom, nekem ez annyira felgyorsult, hogy figyelj, valahogy úgy volt, hogy a hosszú a május, aztán kicsit bringázol, jön a nyár, hosszú-hosszú hónapokon keresztül meleg. Na most ezt képest júni közepe lassan. A telet sokkal hosszabbnak érzem. Igen. Hát most számolt ki, hát 3 rövid hónap, ami igazán nyár, utána már hűvösödnek az éjszakák, nappal is hűvös van, és 8-9 van. Szeptember, októberben még egy-egy jó estét el tudsz kapni, hogy ki lehet tudni, de azért már úgy nagyjából nincs az, hogy de jó, mert 30 fok van, meg mit tudom én. Az eszem megáll. Igen, ennyi. Mindjárt leteszem a hajamat, komolyan mondom. Mindjárt vége a nyárnak. De nem tényleg, elmegyünk egy kicsit júniusba, majd együtt pihenni, elmegyünk júliusba. Augusztusba is menjünk. És már azt látod, hogy augusztusban már azért... Minek maradjunk? Igen, már férjem fél 8 körül sötét van. Hát kik, hát ennyi. Hát de most tök, életezik, de hát komoly. Hát most ennek sem így sem értem. Hát ennek így sem értem. Jó, akkor jöjjön zene. Mondjuk egy Hathaway. Egy jó Hathawayt szeretnél? Nem. Ne húzogass az oroszlán bajszát, mert DJ Oti bókatára hamar kinyit, aztán olyat kapsz, hogy letérdelsz. Nem, most tényleg picit a mai is az az érzésem, így már napok volt, hogy megtaláltad a régi MP3 lejátszódat, tudod, egy ilyen, hogy hívják. Lehet valami 30, kis. 30 darab olyan nótával, amire már senki nem emlékszik. Érted, meg a House of Pain-nek örültem, de tehát ami tegnap ment. Ez kemény volt, várjál, mondom, mi ment. Azért az erős sztori volt egy picit. Erős volt, úgy érezted? Aha, most akkor. Akkor erre számítsunk az elkövetkező napokban? Aha, a G, a Black Machine? Aha. Ja, Inikamóze volt, tegnap az Inikamóze volt. Na jó, hát az... Inikamóze Hot Stopper. Az az, igen, van. Lalalala. Inni. Nekem így egy-két évre megvan ez a dal, most már elég. Csúszunk át a poptarisznyába. Jó, figyelj, lehet még egy... A How G, a Black Machine-től az ment, ugye? Akkor Jump Around, az is ment. How G nem ment? Szerintem az utolsó előtti retro napodon ment. Igen? Igen. Valahogy most berakhatunk egy kis funkit, vagy valamit. Á, vagy egy jó Cypress Hill-t. Cypress Hill. Na, mit akartok, gyerekek? Az jön, akkor legyen az. Minden lesz. Amíg megmagyaró nem szól ránk, nem? Á, úgyse fog. Addig nincs baj. Mert az másik úgyse fog be. Hol van? Hol van, ki jön, mi jön? Hát, ha hallgat. Tényleg alatt? Nem. Hát figyeljetek, most már lassan az néző, hogy szépen lassan már azért ki kell, hogy derüljön valami. Hogy van a deadline? Szeptember valamelyik? Legkorábban 4, legkésőbb 2, valami ilyesmi. A pályázat kiírás, meg az eldőlés a Frekinek, úgyhogy most már úgy valamit, most már azért szépen lassan majd úgy tudnunk. A főnökség majd megmondja. Most már valami lesz, igen. Hogy lecserélik-e végre a cég címerében a szánkott dollár jelle. Igen, ne lecserélik ezt az épületet, minél ebben reménykedem. Hát elmegyünk nyaralni, majd júniusban, ugye nem sokára szabira, hogy visszamegyünk, és valami brutális helyen, valami gyönyörű üvegpalota tetejéről rádiózunk, és ébresztjük az országot. Címünk? Új cím, igen. Igen. Ne ide gyertek, hanem tudjátok. Már Dunára néző stúdiónk van. Ó, ne is mondd, de jó lenne. Atya úristen. Azt jelenti, hogy már 8. napja nyár van. Egyébként így van, hát már június van, tehát ez már abszolút nyár, csak olyan nagyon gyorsan megy az idő, lehet, hogy csak nekem. Nem, szerintem. De ugye a napok is, a délutánok is, minden. Gyorsan megy. Igen. Hazajön a gyerek az olyóval, kicsit bringázol vele, ide mész, odamész, eztek egy fagyit, jöttök, és még ágyba imádkozod, és akkor este mondjuk 9-kor letetted, pont semmihez nincs se kedved, se erőd.
tehát nem? Hát hogy igen. Mert egyébként hogy nézett ki a napod? Mondjuk, ha normál munkarendben dolgoztál, akkor is mondjuk 6-ra kész voltál mindennel. Mert 5-ig dolgozol. És akkor tudtál azítani. És akkor volt egy könyv, volt egy mozi, elmentél sétálni. Most a gyerek miatt ilyen nincsen, mert azért még igénylik a törődést. Okay. Bár én egyre inkább presszionálom őket, hogy szerintem 6 évesen már lehet önállóan élni. Le lehet már élni. Érted, de semmi. Vagy legalább meg lehet vele próbálkozni. Igen. Kapják igen. Már el a fonalat. Vagy ezek a, tehát az alapvetések, hogy apa éhes vagyok. Életem hűtő. Működik, láttad már vajoskáját, nem is tud reggelit csinálni egyébként, ennyi. Akkor vacsorát na, is igen, jó, oké, tojás, sonka, menj oda, csináld meg, szeleteld fel, ízíts be. Az a baj, hogy lemagad. Én is, mert tegnap a tök jó korán Noelle feküdtén 8:30 körül, nem mondom, most lerakom a Benit is, és alá pörkölök az asszonynak, hogy megnézzük. Hogy valami legyen. Fölöm a strapaszkájából. Hallod, addig kávig mozog. Tűzijáték lesz, hogy minden. Elmondom, hogy megnézzünk valami sorozatot. Kinyitom a tetőablakot, nehogy betörje a fejébe. Valami sorozatot megnézzünk, erre egy 4:11-kor. Elaludtál a Beri mellett. Gyere föl! Hol vagyok? Hol vagyok? Bepisíltem. Miért parankáztál be? Nem is pisít, csak így. Nagyjából ez volt, mondom, na ma este, Jézus. Most végre egy sorozat, egy bármi, egy O.J. Simpson, egy Turulónk harca, na ma odapirítok. De nem, 11-kor én bátyisan botorkáltam föl a kis pizsomámban. Annyira nyomasztó pont. Nyomorultul, és leheveredtem magzatpózba, és elaludtam az ágyunkban. Én most tehát, azt hiszem magam észre, hogy így én, aki az beleszoktam egy enyhén szólva így hasítom az éjszakában ilyen televíziózás terén, meg a reggelbe is, hogy ilyen 9 órakor kezdek így annyira kellemetlen, de tényleg, hogy egy tele vagyok energiás, valahogy egy 9-et üt az óra, pont reggel mondtam Mónia, hogy olyan szinten le tudok állni, annyira belassulok, és ráadásul nálam elég sokszor fordult elő az, hogy ilyen 9 óra magasságában kezdtem el így mozogni. És akkor így felveszem a kis futócipőmet, ahogy hívják, felrakom az igen, órát. Igen, mert is ezzel benne kedve után elindulni. És ülök így a lépcsőn. Egy 10 percet. Anya futott. Hallod, de nagyon. Mondjuk, hogy ez a tegnapi nap, én nem tudom, hogy más is érezte ez, de én rettenetesen nyomottam, mint akit nagyon vertek. Egész nap olyan voltam. Mondjuk te is panaszkodtál rá, hogy hívják, hogy volt egy kis szédülés. Hú, az a tegnapi napom, gyerekek, azért nem tudom, mi volt. Annyira szédültem egész nap, hogy nem tudtam felállni. Hazamentem, feküdtem, balra-jobbra hánykolottam. Aztán magamhoz nyúltam, és az segített. Az mindig jó, segít egy persze. Kicsit levezet, és alszol tovább. Meg ha nem is segít, az úgy jó. Ez valahogy mindig segít. Valahogy igen. Fene vigyel. Mit hoztam? Na, mit hoztam? Na, mit hoztam? Na, mit hoztam? Szerintem na, semmit. De mit? Hát kávét hoztam! Hoztam kávét! Két csomaggal. Nagyon jó. Egy átlagon felülit. Ízlésetekhez képest mindenféleképpen. Köszönjük. Amit itt tisztok, tehát ahhoz képest. Szegény hülyét. És hoztam egy nagyon magasan pozíciót. Ez az átlagon felüli fölött van? Rányúltam, mondom, ha már ritkáhozok, akkor hozzunk olyat, hogy az most megszólaljon. Kíváncsi, hogy van-e különbség a nagyon drága és a drága. Hát kikérem magamnak. A kikérem magamnak, ez már nekem is fáj, de megveszem, hogy tudjak menőzni a rádióba címszó alatt. Kétszer visszakérdezett az eladó. Igen, biztos ez? Biztos ebből, soha senki nem vett még belőle. Biztos ebből, véletlen rendeltünk belőle. Biztos ebből? Igen, hát most vagy elírták, vagy hülyére vettek, vagy tudták, hogy megyek kávér és gyorsan feláraszták. Gyerekek, olyan kávét vettem. De mi a csavar a dolog? Nem tudom. Nekünk egy kell megpörkölni? Vagy mi? Tehát, hogy biztos, hogy nincs, nem lehet, hogy csak egyszer kibontjuk és bele. Valami arany. Most a márkát nem mondom, de ebből az arany fajta. Belentjük. Esetedben biztos, hogy van valami csavar, dupla ferekű ez a sztori. Nem, ez a szeretetem jelen. Meg kell pörkölni. Igen. Napkal kell kavargatni. Napon kell érlelni az összeszemet, forgatni 2 óránként. Egyenként. Igen. Bárányvére locsolni. Nem tudom. Figyelj, megnéztem, rámartam egy sima pirossal, és mondom, adjunk a fiúknak, hát megérdemlik, lányok, mindenki, aki iszi, vegyünk egy drágábbat. És tudod, amikor már leveszed, és állnak mögötted, már nem teszed vissza. Bocsánat, elnéztem. Aha, mondom, akkor gyere. Spúr, látod, visszatette. Visszarakta a kávét. Mondom, jó? Akkor gyere. 38 000 forint. Micsoda? Mit kezdted mondani? Ez valami elnézett egy pont? Ne, hát az nem lehet. Igen, és még csak nem is annyira extra, tehát remélem, hogy nem elírták. Úgyhogy... És ugyanabban a márkából van a sima? Ugyanabban a márkából egy piros színű, meg egy arany színű. Szerintem ez most megszólal. A Jani már úgy látom, az aranyat bele is töltötte. Hát nem bockodtam, hát érted, az fogyjon, ami a legdrágább. Így van. Hát most... A maradékot, mintha a táskájába raktam volna, de azt már lehet, hogy rosszul. Mikor fordultam ki, még úgy hallottam, elhúzza a cipzát a táskáján, de lehet, hogy csak keresett. Szerintem jó hallottad. Már kerestem egy műanyag dobozt, amiben bár töltöm majd. Úgyhogy aki kíván kávét, fogyasszon. Ki kellett válni, kiből töltéltek, de
de most akkor lehet. Na, nagyon jó. Lehet kávé. Nagyon jó. Egyébként a szemlicsükönyű Nescafésokról is kaptunk tegnap nagyon jó fejlődött. Ja, nagyon cukik voltak. Nekünk egy óriás csomagot, mindenféle bögrékkel, meg kavarható instant specialitásukkal. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek, nagyon helyesek, figyelmesek, és a többi. Igen. Bár járom az egyes ritkában az egyenis. Mit? Termoszt hoztál, hogy lefőzzünk kávét hazavitelre. Majd otthon lefőzöm. Elrakta a szemem. Fél kiló még becsúszott a táskával. Lefőzzünk, hát nem értem többes számot. Majd mit főzünk. Na úgyhogy már meg is kóstoljuk. Jól van. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. EMC-n a Preacher nagyon jó sorozat, érdemes nézni. Kettő rész ment le, megnézzük, majd köszönjük szépen. Ahogy öregszem, én is hamar fáradok. 7-kor alszom, 8-kor megállítom. Ja, 7-kor alszom, és 8-kor megállítom a kamion. Darusát küldtenek. Azt mondja, hogy... Micsoda, ha ti nem rádióztok, akkor én sem fogok rádiót hallgatni, ti vagytok a legjobbat. Drága vagy. Köszönjük szépen. Többet értek reggel, mint egy nagy cukor nélküli koffein. Hol tartasz a Trónok harcával, Jani? Hát sehol, sehol, mert most 5-öt leszettem, és most fogom a hétvégén megnézni. Leszettem még hozzám, hogy azért kicsit felfrissítsem az emlékeimet, a legutóbbi évadnak az utolsó a három részét is, tehát összesen 8-at fogok megnézni most a hétvégén, és már nagyon-nagyon rá vagyok gerjedve. 8 óra mozi egybe, Trónok harcán, vagy még erőj a cirka, igen. Azzal együtt, hogy időnként kimegyek újabb adag mártogatóért, kacsoszért, zöldségért, bébi kukoricáért, stb. Szombaton már EB kezdődik, vagy vasárnap már indul? Már hol? Már holnap? Várjál, csak péntek, 10-e, hanyadika van ma, 8, 6, 7, 8, 9, 8-adika van, 8-adika van. Jó, tehát, hogy volt tegnap egy miért szólalásunk ebből, amikor kerestük a témát. De a téma meg volt. Ott van ilyen megnyitő ünnepség, hogy vonulnak az ásztóval, megintegetnek, vagy nincs az EB-n, az csak az olimpia. Biztos, hogy van. Szerintem pénteken van. Igen. Focistáink ott vannak, kint vannak. Azt láttam, elrepültek. Tök jó szedjük. Jól néznek ki. Mindenki tök szép öltön, napszöveg, jól néztek ki. Legalább az. Menő. De ne legyél ilyen kis hitű. Most olvastam, hogy az osztrákokat is meg tudjuk verni. Ja, még rosszul öltözöttek? Tehát nem csak Izlandot tudjuk megvenni, hanem az osztrákokat is. Elvileg matematikailag bárkit. Gyakorlatilag egy. De. Hát majd úgyis megyünk ugye hozzád közösen meccset nézni. Így van. Kedden. És majd előtt azért megtehetjük tétjeinket. Igen, azt mondod? De hát, hogy maga, hát olyan régen fogadtunk de már. Hányadikunk leszünk a csoportban, aki eltalálja. Hány pontod lesz, tehát nem magunk ellen, csak mondjuk mindenki mondhatja, hogy a 4-ből 3., 4-ből 4., 4-ből 2., hány pontunk lesz a csoportmeccsek után. Tehát valamit fogadjunk már. Soha nem teszek. Most már rohadt régen. Persze nem arra gondolok, hogy Magyar-Ausztria, és akkor kezdjük meg ezt az osztrákot. Nem erre, hanem mit tudom én, megtippeljük azt, hogy én azt mondom, hogy mit tudom én, negyedikek, te harmadikok, vagy lesz 3 pont, nem, bármi, és akkor aki nyer, az kap, nem? Valamit keressünk már egy piciki pénzt. Nem? Ja jó, hát oké. Van, keressünk, hát egyszerre nem. Mindenki nem tud keresni. Egy kis fogadás, az mindig megfűszerezi a dolgot. Na mutatjuk, hogy mi történt tegnap, pont az EB-ről beszélgettünk, félig humorosan, félig komolyan. Jó, nagy futballrajongóknak újra mondjuk, hogy csak nyugalom. Nyugi. Csak nyugalom, gyerekek. Nem érthetünk mindenhez. Pihenny van. Így van, nem kell komolyan venni. Amikor mi futballról beszélgetünk, egy picit álmodoztunk, hogy milyen lenne a csapatokat legyőzni. Erről beszéltünk, ezt megmutatjuk. Aztán jövünk a hírek után. Hogy állunk a játékunkkal? Egy-egy. Egy-egy? Igen. Tegnap én játszottam, és ez nem nagyon jött össze. Nekem. Hallgatok. Ja, igen, kikaptál. Jó, oké, akkor lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Belefojtottuk. Szeretel ezt a részt. Itt jövök meg mindig. Itt meg kell jönnöm, gyerekek, ezt nem. Hát ez tipikus megjátszós volt, azért valljuk be. Ez hakli. Nagyon van, aludjunk. Igen, egy sírem még összedobott egy dalt, mielőtt evett egy hemendexet, azt elment aludni. Ez lett belőle. Na, de itt vagyunk. 10 perc, pontosan 7 óra állom mindenkinek. Azt nézem, nem tudom, mit nézek. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Igen. Mi a egy-egy? Látom, Ákos felrobbantott az SMS-re. Ez, figyelj. Bizony, már megint mit csináltál? Képzétek el, tök jó fej akartam lenni. Kitaláltam, hogy az időjárásban ezentúl mindig egy-egy kis aranyos települést fogok idézőjelben reklámozni, hogy elmondom, hogy
milyen szép hely van, milyen szép a hely, és hogy hány fokot mérnek éppen ott reggel. Jósvafőt találtam meg, ami valóban gyönyörű település, el is helyeztem Szabolcs szakályába. Egyébként egy borsodi településről van szó, úgyhogy innen kérek elnézést a 650 jósvafőitől, aki már írt az SMS-t. Mindig elejérták, 20-an el is indult a gerebével, úgyhogy nem sokára megérkezett. Kasztrálnak téged azonnal. Nézzétek a jó oldalát, hogy végre bekerült. Itt állok az alfával a híd alatt. Soha nem. Az Ákosnak a fekete alfája. Ahhoz ízlés kell, tudod, hogy szép autót és jót használj egyszerre, neked ez nem megy Ákos. És a Feriben van annyi kollegialitás, hogy ott fog állni az autó mellett, és az életárán is meg fogja védeni, de csak azért, mert ennyit jelent neki az Ákos barátsága. De ne tévesszem meg benneteket az Ákos autója, igen. Tehát, hogy jót akarsz, és semmi nem. Mindig ez van egyébként, hogy jó fejeskedni akarsz, mindig rosszul sül el. Puncsolni akarsz, aztán tehát. De egyébként gyönyörű hely. Mondd be mindig Velencét, Fejér megye, minden reggel legyen Velence. Gyönyörű hely, ez egy kis zalai település. Na, megnézzük, ki a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Honnan hívtál minket, Tamás? Szentesből, telefonálok. Honnálok. Tudsz egy picit hangosabban, Tamás, vagy úgy? Persze, hogy nagyon jó. Pici vitalitást, energiát, életet. Vannak életjelei. Mi nagyon szeretnénk veled játszani. Nagyon jó, én is szeretnék veletek. Igen? Igen. Ez még a megszólás elején kevésbé. És akkor tedd vissza a telefont a szádhoz megint. Igen, hova beszélsz, Tamás, vagy mit csinálsz? Kihangosítva? Nem vagyok kihangosítva, hát simán beszélgetünk. Igen? Aha. Tamás, kivel játszanám? Szerintem veled. Jó. Hát, igen. Persze, csak nem hallunk belőled semmit. Maxon vagy, nem tudom. Na, próbálok egy kicsit hangosan. Na, most mit csináltál? Most mit csináltál? Welcome. Na, hát semmi, kicsit hangosabban beszélek. Megfordítottuk akkor a telefont. Akkor ez volt a megoldás. Jól van, na, akkor kezdjük el, jó? Jani? Nem tudom, van a fajon. Itt vagy. Halló, szia. Halló. Halló, halló. Itt vagy? Halló, itt. Kávét, megkóstoltátok már? Micsoda? Hát a kávét, amit vásároltál. A kávét? A kávét. Megfogjuk. Megfogjátok? Nem sokára. Szerintem 7 óra után megkóstoljuk. Te már kávéztál? Ki is mondtad már, ugye? Mit? A tiltott szót. Melyiket? Hát mit mondtál előbb? Mit mondtam? Hallottál valamit? Most én mondjam ki? Hát mondd ki te. Kávéztál már? Én nem, már túl vagyok rajta. Hány kávét iszol? Hát most már jó idő van, ilyenkor csak egyet szoktam, maximum 2. És hogy iszod a kávét? Hát világosan. Világosan? Mi a foglalkozásod? Én bútorgyártással foglalkozom. Bútorgyártással? Belebeszélsz a telefonba? Belebeszélek. Uh-huh. Te belebeszélsz a mikrofonba? Belebeszélek. Te? Akkor jó. Belebeszélsz? Érdekes. Na jó, van. Oké, megvan. Hát ez volt ez. Ez egy erős játék volt. Nekem tetszett. Nem volt rossz, más volt. Egyedi stílusú. Igen. Figyelni kellett rá, hogy érts mindent és halld az ide-oda dobandó kérdéseket. Te iszol? Százasatoltam a fülesemet, hogy halljak valamit. Igen. Nekem ezt tetszett benne, hogy voltak benne ilyen kis, éppen most egy picit kilépek a játékból, és nem, mert az előbb kimondtad a tiltacot. Melyik tiltacot? Mintha vége lenne a játék, nem volt mégse. Okos volt. Annak azt most kimondom, hogy véget vessek a szenvedéseinknek. Tamás, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Nagyon szépen, köszönöm. Köszi a játékot, küldjük, jó? Oké, köszi. Ciao. Lendülősen. Hello. Azt mondja, hogy nem sokára, azt mondtam. De hát végül tök mindegy, hogy kimondtam, vagy nem. Letelt az egy perc az ajándékját. Letelt az egy perc, de így is megkapja. De ha nem sokára, az egybe van. Én már nem emlékszem, igen, nem maradtunk. Sokára. Nem ezt mondtad. Nem sokára. Azt mondtad, hogy nem az sokára. Egy nem az ott, hogy semmiért nem fogadunk el, mert hogy ne az legyen, hogy egyre. Ne az ott, hogy ezt elfogadjuk. Nem. Igen? A magyar helyesírás szabály szerint, ha azt beírják, mindegy, azt a kifejezést, akkor azt sajnos kimondhatom, hogy nem csak káros, és szerencsére kimondhatjuk mi. Tehát nem csak káros? Simán kimondhatod. Igen? Székesfehérváros sem mondhatod ki. És igen csak. Érted. És nem igen. Igen. Nem. Na jó. 5 perc a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim.
Class FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Class FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hallgatók! Látod az új kávét? Milyen hatással van? Nézd meg, eltűnt. Most vagy az kiszedi a gépből a maradékot, mert tényleg ízlik neki, és hazaviszi a táskájába. Vagy nekünk is főz egyet. Ha, egyébként lehet, hogy az utóbbi. Megkóstolnám. Mióta ismered? De ezt tényleg, mióta ismered? Mondjuk nem csinál jó kávét egyébként. Ha már hoztam, végre behoztam, meg is kóstolhatjuk. Jani? Nem? De én innék. Nézd, na? Látod? Ezt az arcot, gyerekek. Vagy még a régi, vagy túl van árazva. Tényleg kiszedted a maradékot belőle? Nem tudjuk. Nem, már benn van ugye ott a daráló részben, úgyhogy nem tudjuk. Most még iszok 4-et. És már jön is az új. Nem jó? De ez, nem, az a baj, hogy az alsó tartály része szerintem még tele van a régi kávéval. Aha, okay, keveredik nagyon, a kettőt. Nagyon várom az ízrobbanást. Nagyon várom. Lehet, hogy vissza sem tudok jönni a stúdióba. Megtaláltok ott, hogy hívják, levet közben. Ennyi pénzért robbanjon is. Istenem, úristen, mi volt ez? Valami eszter erre vett közben fekszerű. Kiabálsz. Izzott van meg. Igen, 100 darab szaleszélyt dobált papírzsebkendő között. Igen. Szóval, hát már megkóstoljuk, megnézzük. Még a kompromisszumossal keveredik. Figyelj. Ha aranyszínű csomagolás, öcsém, hát az nem lehet rossz. Figyelj, annyit vártatok erre a kávéra, gondoltam, egy sima, ami azért még mindig jobb, mint itt tisztok, és akkor legyen egy extra. Legyen egy extra. Ha nem jó, akkor nem veszünk ilyet többet. Akkor nem érdemes. Akkor nem veszünk ilyet többet. Felesleges. Annyi pénzt elkölteni rá. Hát azért. Egy kilós kávért 1007-et. Na nézzük gyorsan a közlekedéseket. Rafi van az 51-esem. Érsek családon Imre küldte nekünk. Kamionosok, figyeljetek, a 81-esen Kisbírről kitiltották a 20 tonnál nehezebb járműveket, kerülés a tükörtörő 13-ason. Békésen a Szarvasi úton most állítják a háromlábút Bence, Váci úton nehéz a haladás a belváros felé, mert a Gyöngyösi utcánál aszfaltozás van a külső sávban. Netes Gabi küldte nekünk. Aztán a játékos megnyerte. Tehát igazából mindegy, hogy kimondtam, de köszönöm, hogy jeleztétek. Nem vettük észre, aztán lejárt az egy perc, odaadtuk neki az ajándékcsomagot. Itt néhányan írjátok, hogy kimondta, Bali kimondta. Tulajdonképpen mindegy, de köszi. Köszi, hogy szóltatok. Azt mondja, hogy tegnap 21 óra 17-kor hatalmas 12-es magnitúdójú tűzgömb volt Magyarország felett. A 60 Budapest vonalon mozgott, Somogy országban is látták. Te durva. Miért nem mondta ezt az Áki? Há, nem tud, mert nem tudja kimondani, hogy magnitudó. De akkor azt, hogy meteor. Volt. Én úgy szeretnék egy ilyet élőben látni. Nem volt. Nem írja. Látta a tűzgömböt az ország felett, de itt van? Van, igen, van hírekben. Kedden este néhány percen 4:10 fényes meteor volt megfigyelhető. De fényes súlyos. Tűzgömb húzott át. Tűzgömb. Hát mert kicsi olyan húzott messze át, volt, hogy csak egy gombnak látszódok. Küldjetek fotót, léci. Egy másik szemtanú azt mondja, hogy egy zöld fénylő gömbről adott jelentést. Kelet irányból nagyjából 5 másodpercig volt megfigyelhető. Hosszan tartó fénycsova húzott fel Zenta felett. Észak-nyugat irányból Budapest felé. Aha. Hova csapódott be? Biztos a Pataki ég környékére. A Pataki társasháznak igen, második emeletére. Valójában csak jött a csőpost. Jött-e Katilláért, vizitre. Magyar között valamit, az igen, most küldték most vissza. A közös képeket a legutóbbi randiról. Hát ők sikerült az embrió beültetés, és Attila nem sokára szül. Úgyhogy jött az előrs megnézni az utolsó ultrahangot, hogy minden rendben van, mielőtt megjelennek a kis lények Attilából. Most is áll otthon, hogy évek a stelázsi előtt, és tolja magába a csemegóborkát. Ő azt nyilatkozta hálásan komolyan, hogy amikor elviszik az UFO-k, akkor utána 3 napig nem szól senki, ez annyira termesztő az élmény. Ez kemény. Igen. Utána bekussolgat az ember, azt mondta. Igen, tényleg ezt kerestem, azt a bekussolgatok. Ül a fotelben, és szótlanul néz maga ellen, mikor elviszik az UFO-k. És a kicsikai kicsit örülnek is nekem, amikor elviszik, mert 3 napig nem választja. Nyugi van a főnöktől. Mi? Az UFO-kok elviszik. Hát jó lehet egy ilyen
fénygyermek. Nem, az evvés, az nem, evvés, az nem tudom. Te szeretnéd? Te tényleg szeretnéd, hogyha ha ilyen van, hogy egyszer magukkal vigyenek, és aztán visszagyere, és legyen egy kis dudor valahol itt a testedben, és ott valami kis csíp, vagy én nem tudom, mi beültetve, egy kapszula? Tök menő lenne, és talán megszülném őket, képzeld el. És élennék itt a kapu, amin átjönnek. És folyamatosan csak raknám a tojásokat, csak raknám, mint az Alien, tudod? Lenne egy kerülőtől, már az én tojásaim lennének, és mindenhol csak rengeteg tojást tudnék rakni. És minden egyes beültetés után kapnál egy-egy ilyen, hogy hívják ott, ilyen kis csipet vagy kapszulát, és akkor kérdezni egy kollégán, hogy mik ezek, Balázs, ezek a dudokra. Te ezek? Kapszulák, Andrea. Jézus, Atya úristen. De nem lenne jó, most mondd meg. Élenik az anyukájuk, vagy az apukájuk. Az anyaság érzése izgat benne, vagy a szülés maga, ahogy ki. Hova visznek, milyen űrhajóra visznek? Alternatív iskolába vinnéd, vagy pedig egy helyre önkormányzatiba. Sima önkoriba boldoguljanak. Hát nem. Hold meg, tanuld meg. Nem teszünk tökre a jó kis alternatív iskolákat, nem bántjuk, menjenek az államiba. Boldoguljanak ott a kis lények. Jaj, most olvastam megint, valaki nyilatkozott valami UFO-sat, de már nem emlékszem, hogy mit olvastam meg, az, hogy miről. És hogy ki volt voltak olyan, benne, és hogy voltak benne UFO-k, és igen. Azt sem tudom, hogy ki mondta. Na ennyi. Ha, nincs ilyen vakáció hangulatotok valahogy? Ilyen a lábat dobjuk az asztalra, zenéjünk, és ne csináljunk semmit? Mehet. Nem? Nem csinálunk egy ilyen napot? Na, de már megbeszéltük, hogy jövőt ilyen lesz. De az retro nap, az más. Az igaz. Próbáljunk azzal sokkal, hogy ami be van szerkesztve zene, abból válogathatsz. A beszerkesztett zenékből. Mondtam, hogy sokkolni. Miért válogatna a beszerkesztett zenékből? Mindig ugyanaz megy, hát azt mondom, tegyünk be valamit. Hát pont abból szoktunk választani, ami nincsen beszerkesztve, hiszen a beszerkesztett zenék az, mindig ugyanaz, az nagyon jó támpont, hogy miket nem. Nincs az a baj, csak mindig kicsit ugyanaz szól. Nálunk legalábbis. Nekem ez tetszett most marhára. Na. Ez a hír. Akkor beszéljünk a dolgokra, amik valójában érdekelnek minket. Jó, ez a beszélünk a hallgatók. Beszéljünk azzal, hogy minket érdekel. Adjatok léci 10 percet, drága hallgatók. Kicsit most megvithassuk, ami bennünket érdekel. Na, aztán utána foglalkozunk majd fontos témákkal. Nekem most ez a hír tetszett marhára, ez, hogy a fickó talált egy atombunkert, ami valószínűleg egyébként nem atombunker, de egy bunkert talált a kertjében. Nézegette a régi tervrajzokat, és látta, hogy van egy ilyen kis kör alakú ilyen kis bejelzés, oda van, hogy shelter, hogy menedék. És aztán hívott valami detektoros fickót, valami havert, elkezdték vizsgálgatni a kertet, és kiderült, hogy tényleg van ott lent, le kellett ásniuk egy pár métert, és találtak egy ilyen fém... Atombunkert? Ne, hát ez nem atombunker egyébként, csak így annak nevezik, mert így jobban eladható a sztori. Ja. Aki látta a képeket, az sejtheti, hogy ez marhára nem atombunker. Egy ilyen pici kis menedék volt. És akkor felmentem erre az oldalra, megnéztem, és nyilván itt vannak mindenféle ilyen átlinkelési lehetőségek más oldalakra, és megnéztem egy korábbi felvételt, egy korábbi ilyen találatról, amikor egy úriember szintén talált egy, de az egy igazi bunker volt, és nagyon komoly volt, mert a 60-as években építette valamilyen mérnök csávó, aki aztán nagyon hirtelen meghalt szegény kocsorban. Nem, annyira komoly volt, hogy a 60-as években fel is töltötték mindenféle ellátmánnyal. Akkor és ott sokan építettek a hidegháború miatt, ugye Amerikában is nagyon sokan. Ráadásul mondom, ez egy mérnök ember volt, tehát full profin feltöltötte az egészet, és akkor volt itt a keks, hal, konzerv, stb. Ezt te imádod, ez a bunkeresét játszani. Ő ott akar élni egy ilyenben. Igazából szívesen szerintem várod, hogy végre leköltözhess egy ilyen bunkerba. Igen. Egyébként tényleg. Egyedül? Én rohadtul szenvedik egy nap után, hogy nem tudok mit csinálni, de ezt imádod. Látsz ki, nincs levegő. Nagyon tetszett. Szörnyű. Nagyon tetszett. De főleg azt tetszett, mondom, ott lennének a kis vegapástétomjai. Megállt az idő, és még ilyenek is voltak, hogy nyitottam egy doboz, bel volt éve egy vadonat, hogy pulcsi. Hogyha fázna. Puló, így van, meg mindenféle ilyen science fiction novellák le voltak téve, hogy az úriember tudjon olvasgatni. És cseréli a konzerveket? Tehát 60-as nem cserélte, mert hirtelen meghalt, azt ott maradtak, de még voltak annyira fogyasztott állapotban, mint azok, amiket most adtak el nemrégiben. Mert a 60-as évekből azért már. De lemész, és mikor jössz föl? Tehát honnan tudod, hogy már vége? Ki szól? Hát se rádió, se tévé. Sorsot húztak, és valaki fölmegy. Néha kikugucskálsz? És akkor visszajön három füllel, akkor még van rádióaktív szennyeződés. Igen, ez az. Tehát, hogy honnan tudod, hogy mikor kell egy ilyen bunkerből feljönni? Nagyon-nagyon kemény időszak volt az. Tehát, hogy ott tényleg úgy nézett ki, hogy a hidegháborúnak ugye volt egy olyan időszaka, főleg a kubai rakétaválság idején, amikor nagyon úgy nézett az ki. Közel hogy volt, igen. Hogy jön egy harmadik világháború, aminek a vége már nem az lesz, mint az elsőnek, meg a másodiknak.
vagy igen, ott azért kezdtek el sokan bunkert építeni. Így van. De ezt komolyan gondolta valaki, hogy az a túlélés záloga lehet? Tehát, hogy egy rendes atombombázás. Pár hétig igen. Pár hétig jó, ugye? Tök naív feltételezés. Azért nyilván itt volt egy... tudod élni mondjuk egy hónappal magát, de utána végén van. Szerzek kaját, mert elfogy, vagy ennyi. És aztán szépen ott meghalsz a családdal együtt. Elfogy a vized, elfogy az ivóvized, elfogy a levegőd, vagy ha szellőztetsz, akkor milyen levegőt szellőztetsz be, tehát azért ez azért nincs annyira. Nyilván az elitnek, a politikai, meg gazdasági elitnek voltak olyan bunkerek, ahol akár hónapon keresztül, hát jó, vagy akár egy-két évig is el lehetett lenni, mert volt olyan saját energiaellátási rendszere, levegőt cserélő szűrőrendszere, stb. De ezek a kis bunkerek, ezek tényleg csak arra voltak alkalmasak, hogy mondjuk egy hétig vagy két hétig életben maradjál. Hú, de bajba lennék egy ilyen bunkerépítésnél. De jó Isten, az első ásó csapás után mondanám, na jó, nem. Miből legyen? Beton? Tégla? Ú, de nem tudnám azt, megcsinálni. Na, jó, akkor inkább betonunk a hajdújékhoz. Hát inkább a bocsiékhoz. Még egy hely. Kaltam ellen. Képzeljétek el, tegnap repkedett a kertünk fölött egy drón. Igen? Igen. És azon gondolkodsz, hogy ki volt, a bocsi vagy a hajdu? Hát a hajdu kicsit arrébb lakik. Eszembe jutott, hogy ki lehetett, ugyanis egy fehér, négy helikopteres, vagy ez a négy propelleres, vagy nem tudom, egy fura zajra lettünk figyelmesek. Quadrokopter. Quadrokopter. Drón. Most mit menőzöd? Drón. Bedobtál valamit, ami pont ide illik. Na, jó, bejött. Oké, ez most pont bejött. Jó, na, ez most megtalált, fogjuk is találni. Jó, egyszer, neked is lehet szerencsét. Bazzos, pont bejomtál egy ide illő szót. Drón, most mit ne, padró, vagy makró, vagy szeptó, vagy nem tudom mennyi. És mutattál neki blendét? Nem mutattam semmit, mert csak azt vettem észre, hogy ő olyan, mint észre lett volna minket, mert így a kertünk végében lebegett, de egészen magasabb volt, én nem tudom ennek milyen optikája, vagy mennyire. Az ásóval. Hozzávágtam a gyerek BMX-ét, de visszaesett a fejemre. Nagyon fáj. Üvöltött a szomszéd. Berepült, lebegett egy kicsit, majd elrepült. És de simán alkalmas már arra, hogy egyébként berepüljenek a kertet fölé, vagy hogy megfigyeljenek. Fehér volt, mondom, és négy ez a quadro. Az rotornak vissza volt neki. Nem, kopternek. Négy kopteres volt. Quadrokopter. Igen. De az a jó, hogy hallod a hangot, hogy jön. Tehát, hogy azért ennek masszív hangja van. Egy ilyen 15-20 méterre biztos, hogy fölöttünk volt, tehát nem alacsonyan szállt, és ott időzött egy kicsit, és aztán elrepült. Na és mi a gyanú? Kiné volt az irányító? Nem tudom, hogy kiné lehetett az irányítás, nem derült ki. Melyik nyomtatott sajtótermék? Bors, Blif, Ripos. 8-8-8. Nem tudom egyébként, nem tudom, mert ott... Simán lehet. Hogy berepülnek már így a kertedbe? Simán lehet, hogy valaki kíváncsi volt egy picit a magánéletetekre, aztán beküldte a koptert. Komolyan? Persze. Simán. Nem csak fogok venni puskát. Nagyon helyes. Most mondom, hogyha még egyszer bejössz a koptereddel, lelőlek. És aztán a koptert is. Ha semmi csicsa nem volt. Játszol vele, de kicsit játszom vele, de addigra már nem élsz, és aztán játszom a koptereddel, majd rádobom a sírodra, és együtt temetlek el. Tehát ott nálunk légvédelmi rakétákat fog beüzemelni. Hozzánk oda nem jön senki kukolni. Lecsúzlizhatod. Simán le is fogom csúzlizni. Megteheted. Illetve arra gondoltam, hogy betanítok egy gerlét, hogy köpjön rá hálót. Gerlét. Hát, vagy mit tudom én, akkor egy szajkót. Aha, várjál csak, ne, reális, nem legyen bagolyanak, van köpete. De nem hálót köp, érted? Nem, lesz egy ilyen elfogó madaram, és elengedem, és levadáztatom a drónokat. Tényleg mi van, hogy érted? Simán megteheted. Mesztelenül napozom. Nem szoktam, de mondjuk ott kifekszem mesztelenül napozni. Jön a drón. Én nem akarom a csúnyámat látni a riposztba. Ami jó, persze nem csúnya. Na, gyerekeket bronzba kéne önteni olyan gyönyörűt. És azon gondolkozom, hogy vajon ki lehetett? És egyébként rájöttem, hogy tök jó kaland átrepülni más kertekbe. Kicsit napot, ugye ezt látod valószínűleg egy képernyőn. Nem? Tehát az de irányító, abszolút, ha már igen. Nagyon menő, így akkor van. Már a joystick irányítóján már van egy kis kamera, amivel lehet, hogy zoomolni is tudsz, tehát ott kint napozik egy-két háziasszony a sertepertélés közben. Azért rárepülök drónnal. Hát, szerintem mindenképpen érdemes lenne. De felhatároztam, hogy egyszer nem erről volt szó. Ha nem? Na, hát egy valaki beköpte a 100 méteres feszített víztükröt a napnak. Van a napnak is. Van a napnak is. Ilyen vizsgáló dolgok. Simán lehet. De ide, mit néz a nap? Tehát, figyel, van egy medencé. De mi van egy medencét, az mondjuk 3-4 millió forint. Azért az még nem 100 millió, meg nem 50 millió, meg nem 500 millió a kertetben. Tehát, hogy azért ez még nem egy akkora összeg. Jó, de ott nagyon van a sziget a nyári lakkal. Igen, meg a Rolls Royce. Igen, na, most például bennáll egy Rolls Royce, érted? Vagy bennáll egy Bentley. Két Continental Cabrio GT. Akkor ott már azért csak elgondolkozom. Meg 3911-es, azt megértem. Igen. Ha egyébként bejönnél leverem, akkor az, én ártatlan vagyok. Na de várj, meddig az enyém, a légtér? Tehát ez hogy van?
Hú, ezt egyszer pedig beszéltünk. Ezt már beszéltünk. Hát. Ugye, amit a földben találsz, az ugye nem a tiéd, nem élünk Amerikában, milyen jó lenne pedig. Tehát megfúrod, pssst, följön az olaj tiéd. Gazdag vagy. Itt megfúrod, jön az állambácsi. Igen, följön, szennyvíz. El is veszi. Nem vagy büdös gazdag. Vagy. Büdös vagy, kozos vagy, állambácsi, jön, elveszi. Találsz valami Tutankhamon fáraóját. Nem tudom, miért. Nyakig szorosan. Igen, megtalálod Attila koporsóját. Jön az állambácsi, elveszi. Na, de ha én lelövöm ezt a drónt, mondjuk, a csúzlival vagy légpuskával, akkor az én kertemben volt. Meddig az én kertem az én kertem? Az égig. Leszedél kínai kertét. Felvárok a kis passzújkámra, amit ott nevelgetek, mert az égig ér, és utána lelövöm. A napig a tiéd. Igen? Aha. Meg vissza. A napig és vissza. Apám mindig azt mondta egyébként, hogy a föld a magjáig ővi a telek. Senkinek semmi köze hozzá, azt csinál lehet, amit akar. És ezt ma már tudjuk, hogy nem egyébként volt igaz a szegénynek, de... Nem ugye? Annyira. Daninak igaza van, azt írja, hogy venni kellett volna egy drónt fölküldeni, és megnézni, hogy kinél száll le. Milyen komoly, itt tartunk, érted? Tehát, hogy drón követ drónt, hogy én fölmegyek egy másik helyről, és messziről figyelem a drónt, és megnézem, hogy kinél száll le. Nem? És akkor kiderül, hogy ki akarta megtudni a te kis kertet titkai. Simán. Ez nagyon durva, hogy berepült. Ez nagyon. Ez nagyon durva. Nem tudták megfingatni a gatyánt, úgyhogy rád szálltak. Mondjuk egy kicsit nagyobb falat volt a gatyán, de végig járt is. Aztán nekem is van elmaradásom 10 000 társasági adó ajánlom a évről. Fejeket akarok! Igen. Igen. Van egy kis hiányom. Igen, de hát... Na mindegy, ha csak mondom annak, aki beküldte ezt a drónt, hogy ez egy hidegháború. Tehát aha, én ezt most értem, de akkor fegyverkezésbe kezdek. Legyen, ha harc legyen, harc, akkor csapataink harcban állnak, komoly összeget fordítunk a központi költségvetésből a fegyverkezésre. Maradt valami farsangról vagy szilveszterről, valami várról indítható? Elindult a fegyverkezés. Tehát mostantól csapataink harcban állnak, ahogy elmondta Nagy Imre, a kormány a helyén van, de elindul a fegyverkezés. Szemben mindig nem laknak? Szemben nem laktak, na, hátul jött, ez a kert hátuljában. Akkor úgy lőd el mindig a rakétát, hogy ezért, hogy ne kelljen magyarázkodni. Bocsánat, Marika néni! Csak a drón! A drónt akartam, lesz hát mindegy, majd felépítjük valahogy. Jó, mindegy. Jövőre is érik az a cseresznye, bocsánat. Hát semmi gond nincs. Hát a náttető az ilyen, belobban. Én mindig mondtam a poroltó. Nem előről jött, a kertünk hátuljába volt, ahol több ház találkozik egymással. Mert ugye elől azért az autóval megáll, előbb berepül. Köszönjük, csemegnek. Mi ez, Pala? Aha. A kert, nem tudtad, hogy a kertünk hátuljában mindig nem, találkozik három ház? Megbeszéljük, hogy mi van, és aztán elmennek. Mindig van három beszélgető ház a kertünkben. Ahol őrülsz, nem olyan közműs. Na csá, holnapok ugye. Szóval nem előről jött, nem előről jött. Úgyhogy egy-két nap. Igen. És hozom a drónomat. Hozom a drónomat, csak mondom. Lehet hatott valami kompromitálót? Nem volt semmi, a Vikivel pásztáztuk a pázsitot. Pásztáztuk a pázsitot, hogy nő a pázsit. Szépen nő? Szépen nő a pázsit. Már megelégettük. Megállapítottuk, hogy szépen nő a pázsit. De nem látott semmit, tehát nem volt, nem tudom, mesztelenül vizes törölközőről, a Viki csapdossal fenekelt. Én meg fejjel farkopával menekülök, és kiakét felnevet visszaadsz előre. Igen, és egy fehér sport előtti zokniban vagyok, csak semmi nincs rajta ezen kívül, és nagyon élvezem, hogy csattalan. És kicsit a csattanások helyén már piros a hátsó. Tehát nem volt semmi, de én ezt a légterembe való behatolásnak értem. Ez egyértelműen a sértés. Ezt én vettem, ez behatoltak a légterembe. Megsértették a légterünket, úgyhogy felveszünk a kesztyűt. Vagyunk olyan viszonyban a honvédelemmel, hogy esetleg tudjuk riasztani legközelebb a gripeneket? Persze, tudsz légtérvédelmet kérni. Nagyon szívesen kijönnek hát egy telekre. De van egy ilyen központi segélyhívószám a honvédséghez, hogy 18-80 jöjjé, indítsák a gripeneket. Berepült egy drón a kertembe? Áthúzárom gripen. Gripen forró drót, tessék. indítsák. Berepült egy drón. Oké. Milyen szándékkal jön egyébként? Horvátales elszállás. Lehet, hogy csak egy ilyen kis pervers tizenéves, aki átjött kukkolni. Nem? Na, a pervers tizenéves már rögzítette, amit a kamerával látott, és fönt lesz az interneten. Tehát a pervers tizenéves ugyanolyan veszélyes, mint a nem pervers 25 éves. No, ez igaz. Ezek tudnak rögzíteni, ezek a drónok? Simán. Tehát ez nem csak ez rögzíti. Ennek van valamekkora memóriája, és rögzít. Én nem csodálkoznék rajta, hogyha megjelenne a Vateren a mikroszín.
De mondom, nem csináltam semmit. Gányi. Na, hát, tényleg. Te mindig csinálsz valamit. Ami neked semmi, az másnak már tudod, pont elég másnak ahhoz, az az életműve. A bukkol tüzén égen örökké. Figyelj, ne legyél már rossz fej, csinálj már neked legközelebb valamit. Nem. Ez nem te vagy. Holnap te vagy holnap után annyira. Hozom a drónomat. Megőrültök. De ne drónozzál már, mutass neki valami extrát. Ja, úgy érted, aha. Érted. De mi vetközök messzele, menjek föl gyertyába, és mutogassam, ide szállj le, ide szállj le. Támasztam fel magam gyertyába, szállj le ide, ha tudsz, elkaplak. De mit, mit csinálja? A negyedét annak, amit most a hétvégén csináltatok a haverokkal le. Sok lesz az. A Balaton felvidéken. Na, hogy valamit mutassál már neki, hogy hagyj örüljön. Jó. Felirat. Valami nagy, egy azt nagy csinálni, hogy kivágok az újságból egy állarcot, felveszlek téged a fejemre. Mintha te lennék, levetközök messze, és bepucsítok neki. Nagyon de közben jó. Nézek rád a te arcoddal. Vagy toljál ki magadból egy ilyen kis koktélesernyő. Alul vagy fölül? Egyébként, szabadon választ. Egyébként az a dúl, hogy ráéreztél, mert tudom nyitni-zárni. Te... Na. Szerintem ez akár jó is lehet. Kinyílik. Becsukodik. Kinyílik. És most ugye ez gyorsabb. Hatszor kintom, és hatszor bezárom neked, utána eltörik a pálcika az olyan, figyelj, bennem olyan vákum van. Én egy ilyen pár esernyőt ketté török azonnal egy beszívással. Valami kis pluszt. Hagy örüljön már, szegény Nyomi. Hát most fog örülni, mert lecsapok rá hirtelen hátulról egy ilyen elkapott drónnal. Valahogy úgy kellene megijeszteni, hogy szerezzél egy rohadt hosszú létrát, menjél mögé, másszál föl, és amikor megfordul, akkor iszonyú közel rohadt lesz az arcod. És egy ilyen rohadt partvisnél leütöm. A drónon rajta van egy telefonszám, hogyha mondjuk az én drónom beesik egy másik kertbe, akkor ad vissza a drónt. Hát szerintem ezen nem lesz, a rendes drónosok fölírják. Tehát kérem, hívja a kis Karcsika 0630, az én drónom. Van ilyen? Hát ezen biztos nem lesz. Aha. Hát... Nem lehet tudni. Nem lesz, hát ha akarsz ilyen felvételeket akkor csak nem írod rá, hogy eladsz a sajtónak, fölteszed a internetre. Karcsika harmadik osztályos tanuló. Biztos nincs ez így ráírva. Ha megtaláltad a drónomat, hívd apukámat. Hát de lehet, hogy be is csönget majd. A drón. Csókolom! Sebestyé bácsi! Nem látta a drónomat? Te nincskörök takarod innen! Te vagy az! Te vagy az! Te nem is akartam lefilmezni a seggét! Gyere csak be, Pistike, gyere csak be, gyere egy be, egy állassja. Ha a bioszórára kontom, a japán cseresznyét akarta lefilmezni, Sebestyé bácsi. A Sebestyé bácsinak tényleg van ekkora medencéje? Az autó magáé, teljesen szép felesége van a Sebestyé bácsinak. Az a gyerek a magáé! És holnap már ketten jönnek, tudod? Itt legyek a Sebestyé. Itt legyek a Sebestyé bácsi, gyere már Pistike, basszuk már. Tényleg jönnék. Jönnék többen. Fú, basszus. Hol szedik le sasokkal ezeket a drónokat? Most olvastam valahol sasokat inni csak a Skandinavian Airlines. Az valami északi ország. Nem, hogy sasokat, én a sasokkal, meg a karmaival. Az a reptére van a karmaiokkal, nem a sasokkal és a karmakkal, vagy ennek karmajokkal. Leszedik reptéren a drónokat. A drón, de miért menne egy drón reptérre? Ott nem, hogy beszerzek sast, arra gondoltam. Vagy karvajt. Tessék? És akkor felessél már, szóljon már a karmainak, hogy engedjem el a drónomat. Tökre drága volt. Még beszerezni egy sas nem néz, csak el kell menni a mikroszkóp színpadra. Tényleg. Józsi, van egy drón, leszedni. Miért pont rám gondoltál, Józsi? Nem tudod, miért pont. Felessél már, hogy tessék rá, hogy szóljon Józsi bácsinak, ne engedjem el a drónomat. Adja már vissza, Murtus letörte az egyik lotort, az félrehúzott balra, mivel menjen anyjába. Szerintem a Sas Józsi a legnagyobb drón elkapó. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni. Csak mondom, hogy elindult a fegyverkezés. Bárki is vagy, készülj arra. Reszkes. Ma még jöhetsz, ma még nem tudlak mivel eltalálni, csak partvisnyéllel, de holnap után már felrepül az én drónom. És ez a háború elindul. Szerezzél egy, mit tudom én, a hadtörténeti intézetből egy ilyen régi török ostromágyút, egy zarbuzánt. Egy zarbuzánt. 7:30 út, pontosan 3 perccel jövünk mindjárt Ákos, hírei után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek. Klassz FM. A rádió.
3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Figyelj, olyanokat tudnak már ezek a drónok, hogy most láttam egyet, hát horror ára van, mert 1 millió. De hogy már megnyomsz egy gombot, és visszajön hozzád, Google Maps-en beütött, hogy merre menjen, küldi neked folyamatosan a kameraképet, 2 kilométer távolságra is képes elküldeni egy mobil eszközre a kameraképét, repülési adatokat tudsz menteni, 360 fokot lát, 4K felvételre képes, tesó! Hát belátok a blendétbe. Hát az enyémben ugyan. Mindenhol, érted? Az hát enyémben nem, de jó. Mindig mondtam, hogy a férfiak szórakozása sokkal jobb, mint a nőké, mert ugye mi ritkán veszünk, akkor viszont 1 millió. Ez nagyon drága, hát ennyi nem ér, de hogy én nem tudtam, hogy ilyen árban van. Azt hittem, hogy ez ilyen, nem tudom én, pár tíz vagy és egy drón elkapásra ez jó? Nem, ez föl tud reptetni, igen. És drón elkapó drón nincs? Drón elkapó drón is van, de... Hát az nem kifejezetten drón elkapásra van, de tudsz, igen, ez egy quadrokopter. Maximális üzemeltetési távolság 4500 méter. 4,5 kilométerről bárhova bele. Nagyon kemény. Ugye, ember nagyon nincs, kemény. Aki megtalál azzal. Tehát ha valahol egyébként lebuksz vele, hogy te berepültél. Bárhol. Mire azt átvizsgálják, már régen nem vagyok. Bárhol lehet. Nagyon, nagyon kemény a történet. Ákossal beszélgetünk róla, hogy lehetne még egy kicsit játszadozni ezzel a quadrokopterrel, és Ákos mondta, hogy ha veszel egy távirányítót, akkor átveheted fölötte, hogyha rá tudsz hangolódni, átveheted fölött az irányítást. Na most az azért mókás, nem? Valaki megveszi a több 100 000 forintos quadrokoptert, elküldi egy próbakörre, és te meg szépen leszeded. Igen, vagy neki vezeted egy betonfalnak, vagy a bele a medencében. Hogy nem bevezetem a kocsim kereke alá. Azért az csúnya. Azért az cubi. Igen. Egyelőre olcsóbb, ha veszek egy légpuskát. Egyelőre itt tartunk. Sörétest vegyél nagyobb a szórásra. Jelen pillanatban átütemezzük a fegyverkezést, és átállunk. Átállunk a puskára, a drón az túl drága. A gyerek egy perc alatt összetöri. Na, ugye van egy tartozásunk, amit már többször ígértünk nektek. Mi felhívtuk, amit drága Kovács Lacinkat, az extrém sportoló legújabb kalandjáról faggattuk, aki hatalmas mosolya az arcán vágott neki. Bolíviában található sósivatagon szeretett volna keresztül menni. 6000 méter magas vulkán megmászását is célul tűzte ki, és hát mezit láb ment ugye sokáig. Na most ígértük, hogy előbb-utóbb megpróbáljuk őt elkapni, és hát valahogy beszélni vele, hogy hol tart, mi újság a sósivatagban, hány vulkán mászott már, meg tényleg hogy van. De nem tudunk Laciról semmit. Pedig itt magában műholdas telót, nem? Hát igen, de ez nála nem jelent semmit. Elcserélte vízre. Annyi, hogy azzal nem számolt, hogy nincsen töltő. Igen. Elfelejtették az, hogy aksed, mint csak bír egy ideig. Súly korlátoz ez volt a repülőtéren, és ezeket rakta ki. Ment ott egy dugóval, hova tudom bedugni, mert nem tudja bedugni sehova. Úgyhogy figyeljetek, én nem tudom, Lacit egyébként pont ezért szeretem, mert amennyire profi közben az egész annyira amatőr, már mint a jelleg, hívjátok, hogy nyugodtan leszáll a műholdas telefon. Nem. Egy nap alatt egy percre kapcsolja be, 10 másodpercig, amit mondom, hogy még élek, lerakja, és a büdös életben nem jelentkezik többet. De arra gondoltunk, hogy felhívjuk a menedzserét, hát ha egy kicsit, hát többet tud nálunk arról, hogy mi van Lacival. Előkerült-e, elérte már valamilyen végpontot? Van-e valahol? Mumifikálódik már esetleg valahol? Ennyi. Sósivatagban. Így csináljunk Laci menedzsere. Kati, hello Kati, jó reggel, ciao. Jó reggelt, hello, Kati. Jó reggelt, hello. Na, mi van ezzel a jó emberrel? Na, tényleg, hát, tudunk valamit? Igen, mondjuk nagyon vicces, hogy beszéltek róla, és egy kicsit nekem is katarásznom kell, de mondjuk azért engem egy picit jobban aggasztanak ezek a kérdések nyilvánvaló. Én vasárnap este beszéltem a Lacival utoljára, helyi idő szerint, mert volt olyan tünder, hogy bejelentkezett és rábeszélt a WhatsApp-omra. Konkrétan küld üzeneteket, és fel is hívott, beszéltünk, tehát szombaton este például beszéltem vele, és azzal tettük le a telefont, hogy én menjek nyugodtan aludni, mert megy a helyi arcok a helyi spanyaival bulizni. Tehát tényleg egy ilyen srác. Most ugye múltkor beszéltetek róla, hogy elvesztek a bőröngyei, hát annál sokkal rosszabb volt a helyzet, ugyan, mert a csomagjai vesztek el vízhatlan zsákokba, speciális vízhatlan zsákokba csomagolt a holmjait, amik ugye Londonból nem mentek utána tovább Miami-ba, illetve amikor megérkeztek Miami-ba, akkor Miami-ba ott egy picit, nem tudjuk, hogy a reptéri szarkák-e vagy a repülés biztonsági szakemberek, de egy kicsit megvámolták a csomagját. És kivettek belőle olyan dolgokat, ami mondjuk a sivatagban elég fontos lett volna, például a speciális felszerelések,
mini gázpalack, meg egyebek, amik kellenének neki, vagy kellettek volna ahhoz, hogy tudjon főzni például magának a sivatagban. És ugye egy háromszori átszállás után érkezett meg eleven sivatagba, és körülbelül 2-3 napos késéssel érkeztek utána a csomagjai. Elég erőteljesen fel kellett lépnünk ugye a légitársaságoknál, amiatt, hogy vigyek már utána legalább a megmaradt készleteit. Tényleg nem erre készültünk, abszolút nem, és hál' Istennek Laci, hogy szokott lazaságával állt ehhez a kérdéshez. Azt gondolom, hogy fázhat nagyon, mert küldött magáról olyan képeket, amin kalap van rajta. És ugye neki az az elve, hogy most is szandában van természetesen, ami nem szokott. Ez az ő védjegye. Igen, hát mindig azt mondja nekem, hogy ez azért kell kapuskám, hogy nehogy elpuhuljak. Úgyhogy vett magának most egy kalapot, mert az a mondása, hogy ha fázik a lábam, akkor felveszek egy kalapot, vagy egy csapkát, mert hogy ott van szerint az igazi hőveszteség. Úgyhogy ő nem teljesen százas azért, nem? Igen. Ez a szó jó értelmű, mondom. Én nagyon kedvelem, meg mindig nagyon szívesen beszélünk róla, de nem, ő azért nem teljesen százas. Tehát, hogy most már ez erősödik bennem ez a benyomás. Nekem ugye nyilván hivatalosan nem az a véleményem, hogy nem teljesen százas. Én azt mondom, hogy ez még az extrém sportoló kategóriájába talán belefér. Mikor beszéltetek utoljára, vagy most mit tudunk róla? Vasárnap este beszéltem vele utoljára, hogy az előbb mondtam. Ugye természetesen a lelkére kötöttem azt, hogy minden lehetséges alkalommal kötelező neki bejelentkeznie. Műholdas taló egyébként van nála, sőt, még napelemes töltők is vannak nála. Nem ezzel van elsődlegesen probléma, hanem azzal, hogy ez a sósivatag, ahol van, tele van lítium mezőkkel, ugye a föld alatt, vagy a felszín alatt tele van lítium mezőkkel, amit egyébként nem tudnak pontosan, hogy hol vannak, de ha éppen egy lítium mező fölött halad el, akkor megzavarja az összes műholdas, meg mindenféle elektromos ketyerét, kütyüt, tehát nagy valószínűséggel ezért nem érjük most el. Ezt most a helyiek mondták el neki, vagy esetleg már korábban is tudtátok, mert akkor erre lehetett volna számítani. Sejtettük, hogy ez így esetleg lehet, úgyhogy én még amiatt nem izgulok túlságosan, hogy megbeszéltük azt, hogy ha egy-két napig nem hallunk róla, akkor az benne van a pakliban, de kötelező neki bejelentkeznie mindenhonnan, ahonnan csak tud. Valami mentő expedíciót nem is tudsz indítani oda, hogy az... Hát konkrétan tudnék, mert ugye szuper jó biztosítónk van, meg szuper jó biztosításunk, és még helikopteres mentést is tudnék indítani egyébként itthonról oda, de nyilván nem engedtem úgy el menedzserként, hogy csak úgy kolbászolvasson a vakvilágba, hogy ő szokott. Tehát konkrétan bárhonnan ki tudnám hozatni, és meg itt természetesen meg is tennék mindent érte. De nagy baj, nem lehet, vett egy kalapot. Vett egy kalapot, így van, sőt egy helyi poncsót is, egy alpaka poncsója is van most neki. Ebből gondolom, hogy azért kászhat. Azt mondja, hogy nagyon szélsőségesek az időjárási viszonyok, tehát sokkal hidegebb van, mint gondoltuk. Ugye a tervezett időponthoz képest azért jó egy hónappal később tudott elindulni. Ott időközben beköszöntött a tél, és az a nagyon fura helyzet van, hogy a sivatagban nappal 30-32 fok van, tehát följön a nap, akkor azonnal elkezd extrém meleg lenni, viszont éjszaka mínusz 16, mínusz 20 fok van, tehát egy elképesztő hőmérséklet ingadozás van. Állandó szél, és mondtam, igen, hogy erre kell készülni. Igen, csak egész más beszélni róla, és egész más azt megtapasztalni, hogy 50 fokos, 50 faktoros krémmel kerni az arcát, és gyakorlatilag szénné szét van égve már most az arca, tehát olyan magas a sugárzás, hogy ami kilóg belőle, az konkrétan atommel szénné van égve, és mondta, hogy ne nevettessem a telefonba, mert hogy fájnak ki, amikor nevet. És beburkolta az arcát, mint valami beduin ember, azt szépen fejre tette a kalapot, és akkor halad a kiskocsijával. Elképesztő szél van, tehát ott, amikor beszéltünk, azt is lehetett hallani, hogy állandóan zúgott a szél, és én abban bízom, hogy halad a sivatagban a vulkán felé, az én számításaim szerint ma, holnap el kell érnie a vulkánt, ugye akkor föl fog tudni menni rá, gondolom csinál egy pár szép fotót, azokat megküldjük nektek, és akkor utána szépen lekocog és elindul hazafelé. Ugye a késés miatt, amivel indult, amiatt a késés miatt kicsit módosítanunk kellett az útvonal tervét, és van ott a sivatagban, ebben a sósivatagban egyébként egy mocsaras rész, ahol még van valamennyi nedvesség a talajban, és ott a helyi erők nagyon lelkesen elkezdtek fogadgatni rá, hogy ha oda betéved, akkor éjszakára belepagyhat a mocsárba. Aminek én azért annyira nem... Jézus Mária, ez nagyon kemény azért. Hát gondoltuk, hogy nem lesz egy kiutazás, de
Hát ez a Laci azért nagy kalandor, szóval... Hát nagyon, nagyon nagy kalandor, és ugye ez még csak, ez most egyébként egy jubileumi út, ez a 15. útja. 10 olyan utat tett meg korábban, amikor konkrétan sport teljesítményhez kötődött. Nem tudom, tudjátok-e, kétszer volt Alaszkában az Iditarodon, de nem az állatos változaton, hanem azon, ahol gyalog ment végig a távon, tehát megverte a helyieket sífutásban például, amit azért úgy értem, hogy kevés európai mondhat el magáról. Jaj, ő nagyon kemény. Jó, Kati, menjünk el, bocsánat, hogy közben szólok. Figyeljetek, írjatok, ha van valami. Jó? De jó, mi nyilván szeretünk a Lacival is beszélni, küldjetek SMS-t. Ha... Rajta vagyunk azon, hogy mi is becserkésztük őt, úgyhogy keressük, amint kapcsolatba tudunk vele lépni, akkor azonnal fogunk jelentkezni nálatok is, és nagyon szépen köszönjük a tudósítást, nagyon tündérek vagyok. Csokoltatjuk azért, igen, ha beszélszel, hogy így van. Jó, hogy csodálatos fickó. Imádom én is. Köszönöm. Csak maradna már itthon néha. Köszi, Kati, csáv. Nem fog tudni ez a baj. Ez igen, nem olyan. Csodálatos, de nem értjük, hogy mit miért csinál. Hagyjam, de az év 57-e erről a nyomorult két hétről szól, amikor elutazik, mert az 57-ben meg erre készül. Hogy szeretette ezt a munkát? Nyomorult két hétről. Tökre megérte. Ötvétig ezt hallgatod, aztán két hétig izgulsz, aztán utána megkezdődik minden erről. Miattatok is nagyon izgultam, mert az Erdei Zsolt is az én ügyfelem, és őt is tivítétek el Dél-Afrikába, a dzsungelbe, úgyhogy akkor meg miattatok izgultam. Vigyáztunk rá, jó kezekben volt. Olyan fiúk kezek. Ügyes volt, jól játszott. Jól van, Kati, puszilunk, köszönjük szépen. Csokkoltatjuk a Lacit, ha beszélsz velem. Köszönjük, ciao. Hello. Winhofer Katalina beszélgetünk Laci menedzserével. Na, megkötöttem a biztosítást, Laci. Itt van, itt a műholdas tetsz, bármi van, kihozlak. Jó, oké, okay, hello. És bulizik valami arcok, és sose kerül. És megiszik már. Igen, vettem egy kalapot. Na jó, 6 perc, pontosan 8 óra. Játszunk, de majd a hírek után, hogy ne csúszunk meg, úgyhogy itt vagyunk nem sokára a játékkal, Ákos, híre jutam. A gyönyörűségtől a hideg kirász, beléd mind a francia, úgy mint a goloáz, mind a faj a gyere, úgy adja magát, mint a mi lennék a francia királyi család. Megérkeznek a bépolgos gyerekek, a köszönés, szevasztok, itt vagyunk veled, de két árát, a tujakát, te meg lecsap a kajára, majdnem elé tudom már, hogy kié legyen az utolsó kis falat, nyomorult távol, semmi sem alatt, kurul a csőre, van mindenki taga, a Big Daddy bázsa kettő. Open your eyes. És most, hölgyeim és uram, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, szerda van. A hét legnehezebb napja, de még kitart a jó idő, marad a jó idő. Egészen hétvégéig, holnap már állítólag jönnek cápadok, hivatarok, de már a francba. De nem kell ezzel foglalkozni. Gangsta Zoliék legújabb dala, ugye a franciák felé volt, nekik az az ominózus szerb határ felé, nagyon szerettem. Most pedig, hát szerintem erre fűztek rá, nyilván van egy kis utalás a szövegben is, ugye, hogy hasonlít. A franciák felé ezt írták a fiúk az EB drukkereknek, szurkolóknak, magának a csapatnak, maguknak, mert hogy nyilván mennek ki ők is, és tivornyáznak, bandáznak, úgyhogy nem lett rossz. De, én már a szerb határ felé című dalt is nagyon szerettem, de jó lett. Bolatos, feelinges szám. Jó lett. Na, a játékunk elmaradt, ugye, hogy ne csúszunk meg, úgyhogy a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívgondom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsítjellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia. Attila, ciao, hello! Szia, Attila vagyok. Hello, honnan hívtál minket? Budapestről, már dolgozol? Inkább úgy mondanám, hogy úton voltam, amikor csörögtetek, úgyhogy most még nem mentem be. Ja, hogy ugye, igen, már ugye picit megcsúszunk, nem szoktunk ilyet csinálni, csak most nem akarjuk még fölhívni magunkra jobban a figyelmet ennél, hogy összeszedünk csúszást. Mit dolgozol? Én kormánytisztviselő vagyok egy államigazgatási cégnél. Tisztviselő úr, jaj, ártatlan vagyok. Nem magas szinten. Nekünk a kicsi is nagy. Nekünk igen. Te igen. A kormánytisztviselő. Igen. És a miniszterelnökség vagy kormányhivatal? Dehogyis nem, egy önálló kormányhivatal. Kormányhivatal van. Igen. Önálló kormányhivatal, olyan nincs is.
Ebbe igazad van. Ebbe igazad van. Na jó van. Nézzük. Mit tudunk magunknak elintézni, most ezen gondolkozom. Hát, én is. Ugye? Nincs valami, amit... Én már annak örülök, ha ők nem intéznek el nekünk. Az is igaz. Az is igaz. Közeledik az a november, Feri. Közeledik az a november. És milyen a meló? Egyébként szereted? Szeretem. Még egyelőre. Aztán nem, majd meglátjuk. Pici, mi a feladatod pontosan? Az, hogy kormány tisztviselő, ez egy baromi jól hangzik, de mit csinálsz? Informatikai vezető vagyok, úgyhogy... nem vagyok közel rálát, a dolgokhoz. Rálát a csúcsgórék levelezésére. Lehallgatások. E-mail feltörés. Ajajajajaj. Ez van olyan, hogy oda megy valamelyik gór, és mondja meg, főm, megnyitnál nekem egy Excel táblát? Ne. Erre megvannak az adott szervezetek, akik megteszik kérdezés nélkül, úgyhogy... Ja. Helyes, helyes. Jól van, na figyelj, mondjuk, hogy miből tudsz választani. Jó, okay. Mielőtt nagyobb bajba keverünk itt a mindenféle kis humorizálással. Attila, van nekünk még híres emberünk, tárgyunk és városunk. Legyen a tárgy. Legyen a tárgy, jó, nem nehéz. Szokott menni? Eddig ment, aztán most meglátjuk, hogy élőadásba is menni fog-e. Megnézzük. Figyelj, indul az óra, fél perced van, így szól. Gárdanóslap. Ajajajajaj. Mutatom még egyszer. Gárdanóslap. Gárdanósla. Sla? A sonadrág? Így van! Nagyon jó! Ügyes vagy! Gárdanósla, alsónadrág, ez volt a feladat. Jó, már majdnem kicsúsztunk, de megvolt. Alsónadrág, ügyes vagy. Nehéz volt? Köszönöm. Hát nem volt annyira egyszerű, mint a többi, de lehet, hogy az izgulás is kicsit nehezítette. Közrejátszott, de jó van. Így van. A lényeg, hogy megvan. Jó, úgyhogy van egy ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, Attila. Köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Na ez is megvan. Jó van, ezt letudtuk. Veszprém Házeri út 3 lábú mér, úgyhogy vigyázzon mindenki, Oszi küldte nekünk. Lassítsatok, Sopron határ jól haladható, minden oké, Érsekcsanádon trafi. A trafik előtt M3-as nagy a torlódás, a szokásos torlódásos szakaszon az M0-ástól, a Szerencs utcáig, valamint van egy trafink az 51-es főúton, Érsekcsanádon. Na ha már trafit mondtál, csak két információ. Az egyik, hogy most kitalálták azt, hogy már kilométerekre mérnek a Véda kapuk az autópályán. Már hogy ez a köznyelv mondta, ez mindent követ, úgy is, hogy csak hátulvarencemod és előről lefotóz, mert mindenki be volt kicsit csinálva, hogy úristen, akkor ez is olyan nagy hatásfokú, és bebizonyították most, hogy ez a ténylegesen a tábláig mér, ami előtte van 100 vagy 150 méterrel, tehát nem kell tőle nagyon verosálni, amikor mész felé. A másik, kedves autóstársak, ha 130-al lehet menni, akkor nem kell becsutkázni a féket a izénél, a közúti ellenőrzés Véda táblánál. Ugyan, az, én most megy a parami. Nagyon hát figyelj, durva, én tudom. Most naponta megyek, ugye, hogy Velencén lakunk most már, és meglátja az emberünk, hogy ki van téve ez a kék tájékoztató tábla, hogy közúti ellenőrzés, az jelzi előre a Védát, de már akkor 100 méterre vagy tőle, tehát egyébként a kaput látod. Tábla előtt 30 méteres fétnyomok nyilván. És esküszöm, és beletapos az ember, és leállnak 100-ra, és aki ott megy mögötte, egyébként tök jó hiszeműen nem mész gyorsan, meg nem mész rá, 130-al mész, viszont akkor egyszer csak ott vagy az autónak a fenekébe, mert ő azt mondja, úristen Véda, és nyom egy padlót. És nyom egy padlót. Ne csináljuk. Ez olyan, nem amikor... kell félni. Tehát 130-a mész, nincs mitől félned. Én azt sem értem egyébként, hogy miért van az, amikor jobb oldalon történik valami a leállósában, és lelassul a forgalom. És áll egy rendőrautó, aki láthatóan nem mér, igazoltat valakit, és mindenki becsokizott gatyával, és 130, hogy lerassít 80-ra. Ja Istenem, jobbra ott egy rendőrautó, 3 kilométeres dugó, és aztán elhagyod a fennakadásokat, és rájössz, hogy semmi. Egy rendőr éppen valakivel valamit csinál a leállósában. És mindenki, Rendőr, oké, de nem mér, elfoglal, nem fog igazoltatni, nem vesz ki a sorból, nincs benne trafi, nem kell leállni 70-re azért, mert 130-a mentünk eddig, és rájössz, hogy semmilyen baleset nem volt. Csak ott át egy rendőrautó. Na, ugyanez a Védás kapu is, mindenki beletapos, vagy nem mindenki, de a jelentős tömeg, tehát kritikus tömeg 100-ra lelassít. Miért? Ember 130-al lehet menni, azzal veszélyezteted pont magadat is, meg a forgalmat, meg mindent, hogy beletaposol a fékbe. Ez ugyanaz, mint a bámuló. Hú, akkor most jújúj. Itt áll a rendőr, mi lesz? És megijednek. Nem is értem. És na, és akkor viszont kész a baj, mert belecsattam valaki.
És te vagy a hibás, azt tudod? Ha hátul mentél. Igen. Belecsók, hát persze, hát a hátsó hibás, hát te belecsókolózol, akkor az nehéz bizonyítani. És nem mondhattam, hogy... Nem, hát neked kell tartanod annyi követési távolságot, hogy ő bármit csinál, te meg tudjál állni. Ugye, tehát elég kiugorhatott egy opuszum is. És, a és akkor, M7-esi opuszumok. Például az M7-esi opuszum. Ő nyom egy satút, azt nem tud megmagyarázni, hogy ő megijedt a radar kontrolltáblától, hogy mit tudom, mitől. Te által tartsál annyi követési távolságot, hogy biztonságosan meg tudjál állni. Ja, majd keresztbe úszik egy kövicsik. Érted? Nem álmodt aztán csak, hogy a zenébe csókoljuk. Ez a bíróságon megállja a helyét. Szerintem egy opuszum életet mentettem. Azt hittem foltos szalamandra védett állat. Óvtam a testi épségét. Na, csak egy rövid történet, aztán belevágunk a témába. De várj egy gyors kérdés, hogy ennyire jelzik már az egy perc és nyersz? Miért? Reggel óta gyakorlatilag Balázs, amit beültünk a stúdióba, így szakkörözik egy palackkal, hogy minél többször tudjon belefacsarni egy fél citromot, és mi ezt nézzük gyakorlatilag, hát úszkrém most már lassan két és fél órája, de folyamatosan. Lugosítás, gyerekek, lugosítás. Ez már nincsen víz, csak citrom. De a citrom az savas, nem? Nem. Csak savasnak érzed. De közben az lúg, az erősen lugosít, persze a pH-ja az lugosít, igen. Tehát a gyomorsavhoz képest, ha megnézed, hogy olyan pocakodban van, ahhoz képest maga a citromsav az jóval lugosabb. Aha. Az jóval lugosabb. Nem, de próbálom belerakni a citromlevet, csak ugye nekem nincs citromfacsorom, és a sima műanyag üveg száján ilyen cseppenként nyomom bele úgy a citromlevet, hogy ne menjem elé. Háromszor lőttem arcom magam, kétszer maggal a zsúlyt. Három, kettő, a játék hamarosan elindul. Még két élete maradt. Remek szórakozás, nekem kellenek ezek a meditatív jellegű tevékenységek. Igen. Félbevágtam a citromot, pici enyhe nyomással éppen csak akkorát nyomok, hogy ne előre lőjön a citrom, hanem bele az üvegbe. Egy perc is nyelsz. Egy perc is nyelsz egyébként, igen. Lassan meg vagyok. Rájöttem, a citromos víz jobban csúszik, mint a sima unalmas ásványvíz. Van benne egy kis citrom jobb. Hallottatok a mi tévészerelőnk történetéről? Csak egy fél mondat kitérő, hogy milyen érdekes a dolog. Egyébként aztán értem, hogy ez miért történt, de beszéljünk róla. Mi közünk nekünk a te tévészerelő? Nem az én tévészerelőm, hanem volt egy tévészerelő, ugye Attila, akivel mi beszéltünk adásban, aki kórházaknak, meg mindenféle közintézményeknek újít föl tévét. Igen, igen. És felajánlotta egyébként baromi sok intézménynek ingyen, hogy ő ad tévét, hogy az ott lakók, ideiglenesen ott lakók, ugye a betegek tudjanak tévézni. És az Országos Onkológiai Intézetnek is állítólag felajánlott tévét, valamint az Orfinak is, aki szívesen fogadott volna 48, illetve 40 tévét, ám azt írták a válaszlevelükben, hogy garanciát kérnek a tévére. Na, ne vicceljenek már. És ugye azért érdekes a dolog, aztán ők megmagyarázták, és egyébként én értem, vagy érthető az ő érvelésük, de ugye azért fura, mert egyébként ő baromi sok közintézményt látott már el egyébként tévével, és nagyon sok mindenkinek adott ő ugye ingyen tévét, baromira örültek, bekapcsolták, leültek, nézték, és halálosan boldogok voltak, hogy eddig, mit tudom én, szintenként egy, most kortermenként kettő darab felújított tévét lehet használni. Soha nem volt probléma az akcióból, és most kapott egy olyan válaszlevelet, hogy szeretnének ők garanciát kérni az adományozott tévékre. De mire? Hogy nem lopott? Vagy hogyha elromlik, akkor ő elmegy, érte, hát megcsinálja? Hát hogyha elviszed egy szervizbe, akkor az elvégzett javításra garanciát vállalnak. Igen, és nem tudja odaadni a 48 tévét, mert hogy hát ő nem tudja vállalni ugye nyilván mindegyikre a tévét, mert ezek felújított készülékek, és ő azt nyilatkozta nagyon helyesen, hogy eddig több tucat intézménynek egyébként baromira jól megfelelt az, amit ő adott, egy egyszerű adományozási szerződés keretein belül, de most ezt nem tudja vállalni, hogy ő 40 tévére ad garit, mert hogy azért ez bármikor kileheleti a lelkét. És azt mondja az Onkológiai Intézet, hogy nekik minden elektromos készülékkel kapcsolatban kell az, hogy törvényi előírásoknak megfelelően, mit tudom, érintésvédelemhez és műszaki garanciához, hogy kapjanak papírt. Aha. Tehát, ne csapjon meg senkit mondjuk a 220, vagy mit tudom én, mire jó az érintésvédelem. Aha. Valószínűleg erre. Nem? Egyértelmű. Mi van a többi 40 intézménnyel, akinek ez jó volt? Hát ez nem érdekel. Meg hát ez egy hivatásos műszerészről van szó, egy híradás technikai műszerészről, tehát hogy nyilván. Ez érdekes azért történet egyébként. Hát, beszéltünk vele mi is a belőle. Nem egy hobbistáról. Hát megcsináltam, működik. Igen. Itt van, fogja azért, dugja be. Az a piros kapcsolóval van. Jó, de közben várják, közben hagyom vágott valakit az áram. Vagy mondjuk nem tudom, zárlatos lesz. Igen, a tév. Tehát ott tulajdonképpen igazuk van. Jó, de akkor ennyi erővel. Minden használt készüléknél, bármit vásárolsz, használtam bármilyen hát műszaki cikket. Nem vesznek használtat. Na de bármi, tehát hogyha bemegyek egy, mit tudom én, egy bizományi áruház, nem tudom, hogy van egyáltalán még ilyen. Van. Egy időben. Igen, bemegyek egy Keravilba. A Király utcában egy csomó volt annak idején. Most is voltam. Na, bemész oda, ott nem, igen, én nem hiszem, hogy ott adnak egy ilyen jellegű
igazolás. Igen, csak akkor hazamész, és akkor téged ott megráz az áram, akkor van egy nem tudom milyen peres eljárás belőle, de itt egy kórház van, most képzeld el azt a beteget, aki egyébként fölnyúl bekapcsolni a tévét, áram alá helyezni, és őt megüti az áram, akinek ebből baja lesz, és a kórházat elkezdi perelni. A kórház meg ott áll, hogy basszus, én elfogadtam 48 darab tévét, jó indulatulag, és ebből az én egyik, érted? Tehát, hogy neki valószínűleg emiatt kell. Kicsit én megértem, hogy azt mondja, hogy... Igen, de ritkán csak meg a tévé azért egyébként így, nem? Egyébként teljesség, és szerintem soha érte. Senkit még. Igen, hogy nem tudom. Oké, okay, csak mi van, ha most? Kis Józsefné, nem tudom, Ócsai nyugdíjas, agyonvágta videóton tévéje, mert bosszus volt, és nem várta meg, amíg a távirányítót használja, oda ment és átkapcsolt. De értem, csak közben meg tök sok intézménynek jó volt, és milyen helyes az ember, hogy még mindig csinálja ezt a tévé felújítást. És hogy nekik meg nem kell. Aztán, hogy köszönjük, így nem. De felújít a tévére, most én otthon ott össze nyákokat forrasztok, meg nem tudom, csak én se addig rágarít. Hát nem tudsz éppen, hogy felújította, hát, aztán ha te hagyja. Csinálod, akkor nem is keresnék ilyet. Az én tévémet nem sokáig nézni. Furaszító. Fura, de érintésvédelmi garanciát meg tud ráadni szerintem. Hát ott a távirányító. Már hogy? Hát mert ő neki ez a szakmája. Hát adjon hozzá egy gumipapucsot. Nem, távirányítót. Hát távirány az az érintésvédelem, hát nem egy tévéhez köze. Ja. Esényi, fogja meg jó. A távirány. Hát az az érintésvédelem. De mi van, ha áthúz? Hát akkor nagyon húz. Igen. Hát ott van a távirányító. Egy 3 méteres fabot kell hozzá, ja. És azzal kell bekapcsolni. Na most a távirányító meg tényleg egy ilyen sötét beltúra, egy rohadt élelőm. Egyébként, bocs, ha már szóba hoztad egyébként, tök jó, abszolút beletrafáltál egyébként egy sarkalatos pontjába, egy ilyen akleszínjába ennek a sztorinak, mert hogy távirányítókat viszont nem minden esetben tud hozzáadni. Hát nyilván persze. Ugyanis neki most ez jelenti az egyik legnagyobb problémát, hogy a tévék megvannak, megcsinálja őket, egyébként azt hiszem, hogy a Royal Futárszolgálat vállalkozatra egy össze is szedi neki a tévéket, oda szállítja, hogy va kell, tehát minden megvan, csak távirányítók nincsenek hozzá, ezt neki kéne megvennie. Hát ez meg nyilván nem tudja. Ja. Persze, teljesen értető. Na mindegy, egy ilyen kis összenet, egy kis kitérő. Gumipapucs is egy, hogy hívják, egy hosszú magyar ófabesző. Persze, azért az megvan, hogy mindenkinek adott a kórház egy gumipapucsot, hogy az onkológiai intézetben, hogy nálunk nézhetik, de azért vegyenek gumipapucsot. Szóval azért ez így nehéz. És gumikesztyűt is. Csak mondom egyébként, hogy a bosom, amikor elromlott a távirányító, és már nem tudta tovább javítani, akkor a szenzoros tévét egy hosszú bottal a Nem akart felállni. De a mai tévéken azért már nehezen kapcsolat. Hát végén, amikor egyes, kettesek ugrott, átugrott egyesről a kettesre. Na, de nem ezzel akarunk foglalkozni, hanem valami egészen mással. A szabadság, ugye itt a nyár, kérem szépen, jó. Mindenki készül a szabadságra, ebből jó kis témát lehet csinálni, hiszen előbb-utóbb ezt ugye be kell adagolni a főnöknek. Be kell adagolni a főnöknek, hogy te szeretnél elmenni szabadságra. Esetleg arra gondoltál szemét aljas galád módon, hogy egy év bele után egy hétre kis családoddal elhúznál Balatonra. És ma pont szerda értekezlet, úgyhogy... Így van, úgyhogy be is, mondom, be is mondom, hogy elmegyek 3 hétre. Nem véletlen, ez már a felkészítési szakasz. Már benneteket is készítelek. Nem, a Népszabadság lehozta a szakszervezeti forrásokra hivatkozva, hogy több nagy kereskedelmi lánc megpróbált olyan szerződést aláíratni dolgozóival, amelyben az apróbetűs részben lemondatták a kedves dolgozót, hogy egyszerre 2 hét szabadságot vegyen ki. És hát történt ugyanis, hogy a munkáltatók önkéntes nyilatkozatra kényszerítve aláírták, néhányan azonban elolvasták az apróbetűs részt, ahol ugye rájöttek arra, hogy hát... Nem jó az, ha jó hiszem, jön, aláírod a papírt, mert egyben lemondasz egyébként a 2 hetes kikapcsolódás lehetőségéről. És akkor nem írtak alá, és nincs munkájuk? Vagy írtak nekik egy másik szerződést? Azt tudjuk? Nem. Többen már egyébként több hiperállítólag visszavonta a szerződést. Aha. És hát hivatalosan annyit nyilatkoztak, hogy természetesen betartják a vonatkozó törvényeket, de ha a dolgozó lemond a 2 hetes szabadságáról, akkor írásban rögzítik a döntést, akkor azért azt megteheti. És ugye nyilván a nyári fennakadást akarták ezzel megelőzni, hogy ne menj el mindenki 2 hétre, lehetőleg. Csak mert hogy munkaerő hiány van, egyébként csak nyaralják 2 hétig a Balatonon. Csak mondom, azért különösen jó ez a téma, mert mi 8 éve nem voltunk 1 hétnél hosszabb szabadságon, tehát ugye a nyári szabink az nekünk 1 hét, bár nincs beleírva a szerződésünkbe. Hát, mert ilyen nagyon stréberek vagyunk, csak mondom. Simán elmehetnénk 2 hétre, csak igen, voltunk. Ma azonban már ezt az évet is leadtuk. Tehát picit megcsúsztunk, igen, de hogy igen. Plusz mindenki azt mondja, aki ilyen kutató, hogy az 1 hetes szabadság az pont semmit nem ér, mert nem. Mire lefűzöl, igen. Van egy szerda délutánod, vissza. És kezdesz megint dolgozni, és szerda estétől már azon stresszhez, hogy
hétfőtől már megint Szabi. Tehát nem járna jobban a munkaadó, hogyha a munkavállalója elmenne két hétre? Jó, nem tudsz elmenni két hétre, mert sokan elmennek két hétre, akkor rengetegen hiányoznak. Hát ezt be lehet osztani. Nem? Hát elviekben igen. Igen, csak azért, ahol sok százan vannak, ott azért van egyezés. Tehát azért százan vagyunk, aha, és azt mondjuk, azt mondod mindenkinek, hogy találj egy olyan helyet, amit még nem vettek ki. Hát te jó, vagy a 70. azért bajba vagy. Január? Igen, mit tudsz magadnak kiírni, mikor már mindenki kivette? Nem, ők ugye nyilván azt akarták ezzel megúszni, hogy ne menjen el mindenki két hétre, mert egyszer munkaerőhiány van. Na de azért apróbetűs részbe ezt belerakod, nem szép. Gondolom, hogy amikor ezt így bejelentették, akkor mindenki pánikszerűen elővette a szerződését, és elolvasta az apróbetűst, hogy még mik vannak beleírva abba a bizonyos részben. Na igen, egyébként nagyon. Első éjszaka joga, stb. Nagyon, nagyon durva. Első éjszaka joga. Na, drága hallgatók. Várunk történeteket, írjátok meg nekünk. Jó, a szabadsággal kapcsolatos. Amikor felszívtátok magatokat, a főnök a harmadikon van, ti az elsőn, és azt mondtátok, kiveszek két hetet. Most! Indulok. Egy emeletet megmásztál, már csak azt mondtad, kiveszek 10 napot. Álltál a főnök irodája előtt, azt mondtad, de jó lenne elengedni egy hétre. És még az utcán is hallatszott a főnöknek a röhögése. Igen. Beléptél az a főnök. Az a kacaj. Ez a legjobb javasíva. Beléptél a főnökhöz, és azt mondtad neki. Ugye elmehetek egy hosszú hétvégére. Tehát mi volt az indok, azt írjátok meg nekünk. Hány nappal indultatok? Hány éve nem tudtok elmenni szabadságra? Mivel ráz le benneteket a főnök? Minden érdekel, ami szabadsággal kapcsolatos. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mennyit szeretetek volna kivenni, mit mondott, hogy rázott le benneteket. Mi a legjobb kifogás, amit a főnök szájából hallottatok, hogy miért ne most menjél éppen szabadságra? Miért majd 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva? Tehát remek főnökös kifogásokat is várunk, hogy mit mondott a főnök, hogyan szeret le benneteket. Ugye, mert hát azért nem mindenki dolgozik olyan jó helyen, mint mi. Persze. Ahol, ugye? Mi? Szeretem a magyarót. Imádom a magyarót. Imádom az ügyvédjúdát. Tényleg itt, ha nincs, mit tudom én, nyár az a mi esetünkben például uborka szezon, ugye? Tehát van egy Forma 1 például, amit csinálunk, ez az, de uborka szezon van, nyáron nekünk könnyebb elmenni, a szeptemberi nagyrócsó, tavaszi nagyrócsó, de nyáron nyugi van. Az emberek szabadságon vannak. Szabadságon vannak, mi is el tudunk menni. Leadjuk, és el tudunk menni. Az előző munkahelyünkön nem ezen a munkahelyen. Nem. Csodálatos. Szóval, hogy az előző munkahelyünkön, amit én legtöbbször hallottam, az volt egy nagy sóhajtás kísérletében hihetetlen empatikus arccal elmondva, a hallgatók érdeke, János, hogy ne menjetek el hosszú időre. Ilyen hosszú időre nem menjetek el, mert a hallgatók nem szeretik. Gondoljatok a hallgatókra. De ez az a munkahely volt, amit aztán folytattunk ugyanazokkal az emberekkel? Igen. Akkor én is ismerem ezt az embert. Igaz, vagy a másik, arra még emlékeztek? Mérési hét van. Ja, mérési hét. Mérési de most is mérési hét van, mérési és a jövő héten is az lesz. Igen, igen, mindig mérési hét volt, amikor el akartunk menni. De az megható, hogyha azt mondja valaki a gyárban, azt mondják neked, hogy termelés van. Most nem tudsz belőle kimaradni. Hát most erre ott maradsz, erre nem mész el szabadságra, hát, vagy mi? Hogy ez egy érv, hogy amikor azt mondom, fölmész a főnököthöz a gyárban, vagy egy nem tudom milyen üzemben, és azt mondja, hogy Balázskám, termelés van. Hát most megy az orosz piacra. Hát a traktor, akkor te nem mész el Szabira? A szabadság sosem jön jókor, igen, mert te nem vagy. De hát azért neked meg jókor jön, hát mert pihennél. Mit csinálnának duvattyúk nélkül? Ha mit? Hát belegondoltál? Megy az a szivattyú szerinted? Szerinted? Miért nem vesznek fel egy csomó diákot ilyenkor nyára, vagy nem az van ezeknél a hipereknél, hogy fölvesznek, hát, és akkor az ott pakol, meg ezek az ilyen gyári munkáknál el tud menni. Lehetnek, de hát nyilván a szakmunkásokról beszélünk, akkor ott azért nem veszik át olyan könnyen. Na, srácok, akkor nézzétek körbe, ez itt a Paksi atomerőmű. Megmutatom, még gombokat nem szabad meg. Nyilván nem erre gondolok. A pirosokat. Hat vizerpilóta elmenne pihenésre, hogy jönni. Józsika gimnázium érettségére. Majd én leteszem. Majd vagyok a szuárgesz, majd vagyok. Akkor én vagyok a pilóta. Én meg a váltsok pilóta. Nyilván nem erre gondoltam, de itt van egy hiperben például, nem tudom. Igen. Ott lehet. Pakolni, hozni, vinni, lerakni, fölpakolni. Tárul feltöltőnek minden tovább, minélkül elmehet az ember. Ott azért olyan nagyon nagyokat nem lehet hibázni, meg mondjuk egy-két nap alatt simán betanulják. Na, a pénztáros, azt is meg lehet oldani, nem? Hát nem, szóval. Igen, nehéz gépkezelő. Igen, targoncás. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Mi volt a legelképesztőbb kifogás a főnökötöktől, hogy miért nem menjetek szabadságra? Mióta próbáltok elmenni egy hétre? Mióta tart a harc? Egyáltalán tényleg, de hát milyen válaszokat kaptatok, amikor szabadságra szeretettek volna menni? Jó, írjátok meg nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nyári szabadságolásokról beszélgettünk, mert hogy ugye jön a nyár, és hát ilyenkor mindenki megpróbálkozik, ugye? Sokan mennek oda a főnökhöz, már-már egyébként felkészülve arra, hogy úgyis mond majd valamit. És hát nem tévedtünk, belenyúltunk ezzel a témával, özöllenek az SMS-ek, mindenki. Próbálja nekünk vicces formában elpanaszkodni, hogy hány éve nem volt Szabi, mit mond a főnök, és mi a kifogás, hogy miért nem engedik el. Egészen kreatív, és hihetetlenül leleményes főnökök dolgoznak ebben az országban. Rutinosak. Rutinosak, és nagyon jól hárítanak. Nagyon jól hárítanak, szemétmódon teszem hozzá, de van egy-két egészen szellemes. Na, nézzük, mit írnak hallgatóink. 10 évvel ezelőtt benzinkúton a főnök ezt mondta, gondold meg a Szabit, mert akkor nincs jött, viszont a minimálbéredből levonom a leltárt hiányt. Nem nagyon mentünk Szabira. Ezt Ági küldte nekünk. Nem menjen, nem kapja attól, viszont ha van esetleg közben valami leltárhiány, az akkor arról Ági tehet. Én már tavasszal bementem a főnökhöz, az asztalra csaptam, és azt mondta, már pedig elmegyek 3 hétre nyaralni. Nem érdekel, mit mond, de előtte megvártam, míg a főnök hazamegy. Szívesen leapadtam. Kertész cégnél dolgoztam, augusztusban ki akartam menni 10 nap, Szabit. Főnök nem adott, indok, nehogy már 10 napra menjek, amikor a nejének egyébként 6 napig van csak meg. Nem értettem, lehidaltam. István küldte nekünk. Éveken keresztül, amikor Szabira mentem a szabadságon, második napján felhívtak, hogy vissza kell menjek dolgozni, indok, az egyik kolléga beteg lett, kell a munkaerő. 7 éve dolgozom egyébként ennél a cégnél. Itt van velünk Szilvi, a vonalban. Hello Szilvi, jó reggelt, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Szia, jó reggelt. Hello Szilvi, megpróbáltál elkéreckedni te is, és nem sikerült? Igen, és nem sikerült. Egy biztosítóban dolgoztam, és ugye vannak ott is holtidők. Van, amikor tényleg eszembe se jut Szabira menni, vagy eszembe se jutott Szabira menni, meg volt az, amikor tényleg holtidő volt, ez ugye nyáron van. És adódott egy olyan lehetőségem, hogy szezonmunkára el tudtam volna menni 10 napra Ausztriába. Ezt elmondtam a főnökömnek, ő viszont mondta, hogy eszedbe se jusson, meg felejtsd el, mert akkor ebben a hónapban neked több pénzed lesz, mint nekem. Nem mondott, mert ez volt az indok tényleg, hogy azért nem megyek Szabira, mert hogy akkor többet keresel, mint ő. Igen. Szóval az óránkénti 5 eurós bér, nem tudom, hogyan lehetett volna több, mint az övé. Nem kellett volna elmondani, hogy te ott szezonmunkát akarsz vállalni, csak az, hogy elmész 2 hétre pihenni. Ez volt. Gondolom, nem gondoltál rá, hogy ennyire rossz indulatú nyilván. Ja, hogyha meg ezt mondom, hogy el szeretnéd menni 2 hétre pihenni, az nem pihenés lett volna, mert már 3-4-8-kor csörgött volna a telefonom, hogy mi a jelszó, meg mi hol van, meg a papírom, meg a társai. És ugye mivel, hogy Ausztria, roaming, stb., tehát a telefonköltségemmel ugyanott lettem volna, mint hogyha maradok. Nélkülözhetetlen vagy. Igen. És akkor végül nem is mentél, köszönöm. Ugye? Tehát nem is engedett akkor el. Tehát kiderült, hogy hova mentél, többet keresni, és nem is le is maradtál a munkára. Ez komolyan mondta? Igen. De biztos, persze. Ez komolyan. Egy akkora észérség van benne, hogy ez tényleg komolyan mondta. Igen. Most mit csinálsz, Évő? Mit dolgozol most? Most már Ausztriában vagyok 5 éve, azon a helyen, ahova szezonra mehettem. Jó hosszú eltávol. Van 2 hónapom. Igen, ősszel van. 2 hónapot, 2 hónapot, de... És mi a meló? Igen. Mit csinálsz? Szőlőben vagyok. Ó! Igen, szóval ahova én szezon munkára jöhettem volna, akkor 10 napra, akkor ugye nem jöttem a 10 napra, hanem csak szombatonként. Viszont beraktál, és most már elmentél a 5 évre. És most már itt vagyok. Na most az a szőlészet, aki szeptember, októberben 2 hónapra elenged valakit Szabira, ott sok a tablettásbor. Ne, ott már leszették. Hát ott már levágták, leszették. Nem, azért agy a baj. Igen. Szilvi, köszönj, elmondtad. Nem, ott abban a szőlészetben 2 darab születelő kombány van. Jaj, nagy beruházás. Ti meg addig nyaraltok. Az menő. Jó. Az menő. Puszi. Vigyázz magadra. Szia. Attila, hello, itt van Attila velünk. Hello, Attila. Halló. Attila. Már utolért. Hello Attila, te vagy, szia! Nem, Balázs vagyok. Balázs, nekem az is jó, igazából. Balázs, hello, én Attilát látok. Te akartál menni Nász útra? Így van, én voltam az. Akkor jó, a sztori jó. És mi történt, miért nem tudtál elmenni? Hát igazából szeptember volt nekünk az esküvünk, de aztán hát így október végén, novemberben közöltem a főnökkel, hogy igazából megvan a Nász útnak az időpontja, az december 13, és karácsony előtti leállás
előtt egy héttel már el szerettünk volna utazni. Aztán mondta a főnök, hogy hát nem utazhatunk el, mert annyi megrendelés van, meg annyit kell teljesíteni, hogy igazából nem esetek ki a melóból. Tehát mondom, ez majdnem két hónappal előtte volt, mielőtt elutaztunk volna. Persze a repülőjegy meg volt, a szállások le voltak foglalva, úgyhogy így és jártam. És te is tudtál elmenni Nászútra? De elmentem, előtte egy hónappal beadtam a felmondásomat, egy hónapos felmondás időt bedolgoztuk. Kemény van. És ott nem kérdezte meg a főnök, hogy miért mondasz fel? Mert akkor elmondtad volna neki, hogy azért, mert szabadságra megyek Nászútra, és te nem engedtél el. De ez így volt. És erre nem mondtasz, hogy akkor mennyi lesz a bira, ne hülyeskedj már. Tehát mert akkor nem voltál fontos neki. Nem, mert ott utána már ilyen nézeteltérések voltak. Aha. Figyelj, és legalább elváltál azóta? Mert az a szép sztori ebben. Nem. Felmondtam, elmentem, kiderült, ez nem az a nő. Ez most volt. Tehát adtak, akkor együtt vagytok. Egyszerűen így volt. Mutattál neki képet a leendő jövendő belidről? Az volt a baj. Igen. Eszébe jutott, hogy őt otthon mi várja. Küldték képet Bora Boráról, az kellett volna. Ja, a Tájföldön voltunk. Na, tényleg merre? Tájföldönből merre? Merre voltatok? Szamuin voltunk. Szamuin. Na, szép hely. Meg Bangkokban. Az is szép hely. Az is jó. Hát kell is oda a pénz. Ja, úgyhogy hazajöttem és munkahelyet kellett keresnem, de most már szerencsére van egy elég jó munkahelyem, úgyhogy minden rendben van. Balázs, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok! Hello. Édesapámmal dolgozom, amikor mondom neki, hogy legalább egy szabad napot szeretnék kérni, erre azt mondja, 40 éve nem vett Márki Szabit, úgyhogy én se akarjak menni. Hallod, Robi, tényleg. Robi, gyönyörű mondat, igen. De kedves apukák, de most ne, miért nyomasszátok ezzel a gyereketeket? Én is egyszer annyit szerintem, írtad. Hát, én sem voltam szabadság. És? Mit és? A családért dolgozik 40 éve. Kedvenc főnök 15 éve tudta jól, hogy befizetett utam van, pont a Szabi hónapjára esedékes fizetésem, amiből a költőpénz lett volna, nem tudta időre kifizetni gazdasági okra hivatkozva, ezzel ösztönözve, hogy halasszam el az utat, közben ő egyébként Dubájban nyaralt. Tehát, hogy itt azért persze megmagyarázik, szintiszta, vegytiszta rohadékságról van szó, semmi másról. Itt a következő nagyon jó nálunk. A tulajdonos azt mondja, hogy akit két hétig nélkülözni tud a cég, az nem is kell, hogy itt dolgozzon. Jó a műsor, Dóri küldte, nekünk mekkora duma? Aki elmegy két hétre, biztosan jöjjön. Úristen, hiszen mennyire utálom az ilyen szükség. Milyen demagog dumák, nem? Kolléga hívott hétfőn korán reggel, csak ennyit mondott, ne haragudjál, aludtam, ezért nem megyek a héten. Nagyon szégyellem magam. Ez jó. Azt mondja, az én főnök, amikor az első lányom született, és megindult a szülés a feleségemnél, mondtam, hogy akkor megyek a kórházba, és nem vagyok egy hétig, mert a szülés utáni apai szabadságra megyek. Ezt tudta előre, hogy menni fogok, ha megszületik. Azt mondta, fú, hát a legrosszabb kor. Egyébként is mit tudsz otthon csinálni egy hétig? Hát nehéz. Engem egyszer azzal nyugtatott a főnököm, hogy azért nem menjek el az adott időpontban Szabira, mert én vagyok a legjobb embere, és ő éppen akkor az egy hónapos szabadságát fogja tölteni Egyiptomban. Akkor a dumák, nem? Tomcsi küldte nekünk. Értéktelenek vagyunk, ha fizetésemelést kérünk, de ha szabadság kell, mindjárt a legértékesebb dolgozók vagyunk. Kovika érte meg nekünk egyébként gyönyörűen. Most lehet, hogy pára meg akarnak ölni, de a főnököm rám parancsolt, hogy vegyek már ki egy hetet, csak jelenleg elég magányos vagyok, és egyedül nem búli a Balaton. Na ilyenkor mi van? Ki kell venni? Ami biztos, azt el kell venni. Azt mondta a főnök, menj el egy hétre, menj el. Igen. Mondtam a főnökömnek, hogy elmennék szabadságra egy hétre, azt válaszolta, inkább hozzam a reggeli műzliét. 4 éves is a fiam. Réka. Ja, bizony. Igen. Szabi? Festő vagyok, nekem azt mondta a főnököm, hogy augusztusban senki nem mehet Szabira, mert akkor ő megy. Ez legalább korrekt. Ez tisztességes. Megmondja, érte, nem beszél félre, meg mellé, meg nem magyaráz. Bevállaltam, az egész augusztus meló van, dolgozom. Nem hazudik, nyílt egyenes őszinte ember. Hát vannak még jó dumánk, már több mint egy éve nem voltál szabadságon. Akkor most minek mennél? Nagyon jó, nem zavarod a bioritmusod. Az építőiparban 80%-ában nem fizetnek a Szabin, vagy ezért inkább melózol. Gyerekek, én márciusban irattam be a karácsonyi Szabit, aztán karácsony előtt egy héttel közölték, hogy nem tudom megoldani, hogy otthon maradj, ott cikkülte nekünk. Igen. A kedves főnök az esküvő előtt 2 nappal hívott, bemondán a Nászútabról haza akart hívni. Mindezek után az egyes kolléginát fel akartam hívni, főnök kedvence 3 hetes nyaralás alatt, hogy telefonba beszéljük át a munkát, amit helyette csinálok, és a kedves főnök kérdőre vont, hogy mit gondolsz, hisz nyaralná, hogy már zavarjam szegényt. Ezt értetétek nekem, ez túl hosszú. Igen. Hát volt egy libling, aki elmentett 3 hétre szabadságra, a másik az SMS írója pedig nem. És még őt cseszték le, amikor egyeztetett a kolléganővel.
Igen. Nekem egyszer azt mondták, ne menjek el Szabira, legalább több pénzem marad. Tök jó. Hogy figyel, hogy figyel rád? Köszönjük szépen, gondoskodó. Igen. Köszönjük spórolsz, helyettem. Igen. Nekem csak annyit mondott, nyaralni télen is lehet menni, ezért volt a két hét beteg Szabi. Nagyon szép egyébként. Bementem a főnökömhöz, hogy szeretnék hosszú hétvégére Szabit kérni, kiröhögött, hogy minek. Úgysem csinálnék semmit otthon. Sajnos beletörődtem, mert a főnök az édesapám, ez Péter, küldte nekünk. Zolikám, ne menj el a Balatonra, veszélye semmi értelme, inkább képeslapot vegyél, amin a Balaton van, az sokkal jobb. Nekem ezt mondta a főnököm. Igen, még belefulladt, Zoli. Úristen, egy helyen dolgozunk a férjemmel, beraktak minket egy közös csapatba, majd közölték, hogy a csapatból egyszerre két ember nem mehet el Szabira. Ha, biztos véletlen nagy, volt. Azért vannak nagy szivatások. Biztos véletlen volt. Szabadságra szerettem volna menni, mert édesanyám kórházban volt, erre a főnököm megkérdezte, hogy nem mehetnék valamikor máskor. Na. Nem lehetem valamikor máskor beteg édesanyám. Most momentan nem aktuális. Elképesztő. Elképesztő. Na jó, hát nagyjából erre számítottunk, igen. Hogy milyen kifogásokat talál a főnök. Jók, jók jöttek, köszönjük szépen. Mutatjuk gyorsan a hármas ugrást, jó? Hogy mi a beugró, figyeljetek. Nagyon könnyű. Hát ez nagyon könnyű. Ráadásul eddig csak 8 szó volt. Úgyhogy el tudjátok már küldeni, vagy csak ha benne van a küldött üzenetek a telefonotokban, küldött üzenet, keresétek meg, és újra küldjetek el. Jó, 2 darab dalcím, 2 darab előadó, megmutatjuk gyorsan még egyszer. Ezek után nem tudom, hogy ez na volt az előtt. Igen, ráadásul igen. 6 perc, pontosan 9 óra, küldjetek el, hogy mit hallottunk, ha játszanátok hármasugrást, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Egy jó kis hangcsapda dal után már is itt vagyunk, és ráfordultunk az utolsó órára. Azt hiszem, hogy van-e valami friss már, ami a közlekedést illeti. Magyarszégen a 66-os úton, a vasútnál autófejtetőn az út szélén. Köszönjük szépen. Ez nem jó. Nem rendeltetésszerű. Igen, az nem rendeltetésszerű. Nem jó ér. Azt hiszem, hogy van-e valami más, de... Minden rendben. Hú, mennyi megfejtés jött a hármas ugrással. Jó, sok, nem volt nehéz. Ha könnyűt mutatunk, akkor azért ez egyből látszik, igen, hogy megy a hallgatóinknak. M3-oson egészen jól be lehet jutni, úgy látszik, ma senki nem akar közlekedni, írta nekünk Gabi. A 85-ös úton Csorna belterületén csinos rendőrlány méri a Sopron felől érkezőket, csak óvatosan. Trafi a 4-esen Hajdú hatházánál Fehér Borából Debrecen felé menőket méri, Skoda 445 küldte nekünk. Mi van a csinos rendőrlányok, hogy engéd? Hallottam a sóhajt. Én nagyon, tegnap is brigáztam ott a tó körül. Ilyen egyenruhafétised van azért? Vagy? Valahogy az úgy. Igen? Aha, hogy de bemész egy patikába, és ott áll egy fehér ruhás gyógyszerésznő, akkor mi szintén. Csoda. Tényleg? Há, azonnal megkérem a kezét. Igen? Ők tényleg rendben az van. Egyik rendőr bácsi az üldözött ott valakit, mert a sineken át akartak jönni fiatalok, és akkor őket nagyon rendesen figyelmeztette, hogy gyerekek, nem vicces, mert jön a vonat. Tehát, hogy ő rendes volt, és egy hosszú szőkehajú rendőrnéni ott hátulról is tápolta. És gondoltad, hogy bárcsak te is diák lennél, és átmászhatnál azonos a vasúti sírem, mi? Állítsanak meg! Így mondtam, hogy nincs világítás a bringámon. Érdekes, nekem a rendőrnő valahogy nem. Olyan szépek vannak, tényleg? Hogy figyelj. Most az oké, hogy szépek nem, hanem maga a ruha. Tehát mit tudom, egy Stewie például, tudod, egy stewardess, hogy ott hát megérkezik, és akkor az úgy kiszolgál. Hátra dönthetem a fotelruhalás. Igen, és te áll, te ülsz, ő áll, és akkor és már eleve megvan, hogy ki az erős, csomó. Nagyon erős, tehát állsz, ülsz, kiszolgáltatottan, fogod a kis teás poharadat, hogy töltsön még egy kis teát, mert innen valami. Hadd elejjem át a lába, ha akar, tölt, ha akar, kevesebbet tölt, és egy ilyen megvető pillantás, ha tovább megy, dob egy félmosolyt, és te csak ott ülsz, eszed a kis csokidat. Megvetően, ne nézzel rám megvetően. Hát van azért, aki így mert hogy azt csinálja, amit kérsz tőle. És ez? Te férfi a disznó. Pont nekem nem, pont az, hogy én csinálom, amit ő kér. Te ez a hagyd előrébb, tedd el, add a szemetet, ülj le a helyedre, ne menj ki vétre. Kérem, kösse be az ő. Rend van, és tegyelem. Nem, de ebbe kell kökenni. Igen, kösse be magam. Tehát ő inkább én csinálom, amit ő kér. Ő kevésbé, hogy persze hozzon egy tár, de ez az, de hát azért ő kér meg dolgokra, és akkor én az végre rajta. Nővel is feküdjön le a földre, rakja a tarkóra a kezét. Ez most hát a te kérésed, vagy az ővé? Én mondjuk. Jó, lehet, hogy lenne valami, én többet repülök.
repülök, mint amennyit földön fekszem tarkóra tett kézzel. Tehát, aha, hogy életszerűbb busztus a szituáció, hogy hajts előre az ülést, és emelje fel a kis asztalt, mint a feküdjön le, tegyen a tarkóra a kezét, és most megbilincselem. Tehát valahogy ebben nem látom. A bilincs. Az lehet a bilincs a titka. A bilincs? Hát még nem voltál radiárhoz bilincsebb, úgyhogy ott hagytad. Kiszeretsz belőle. Ide, hogy ide. Majd nem ilyen kekes lány Google-a hátad. Mik az anyósod rá? Drágám, valahol. Hoztam spenóta. Jaj! Nem olyan jó az itt, de ott Google-sz mesztelenül. Félejtje, mama! Ez nem az! Hol a Viki? Én csak a Vikit keresem. Jézusom! Nem olyan jó az itt, de addig szeretett csak a bilincset, amíg nem volt kényelmetlen, vág, és rohadt kiszolgáltatott. Ráadásul hamar ott felejtenek, úgyhogy nem jó. Hát, ha még a csuklódra rakják meg a vokádra. Igen, mondjuk, igen. Na, viszont van egy nagyon fontos információ, ezt még el fogjuk mondani a holnap, ja, holnap után, igen, és természetesen pénteken véradás lesz, itt az Ülői 502 alatt, az eddigi véradásaink mind nagyon-nagyon jól sikerültek, lehet mondani már tényleg, hogy ez egy tradíció. A mi esetünkben, itt, amikor a Magyar Vöröskereszttel karöltve, arra kérjük a kedves hallgatóinkat, hogy fáradjanak be ide, még egyszer mondom, az Ülői 102 alá, és majd mondjuk a pontos időpontot, aztán a kis személyigazolványokkal, meg tajkártyájukkal együtt jelenjenek meg, úgyhogy már hidratálva vannak, fogyasztanak előtt jó sok folyadékot. Nyáron nagyon kevés a vér, sokkal kevesebb, mint az év többi időszakában, úgyhogy nagyon nagy szükség van rá. És tök jó érdekes dolgot mondott például tegnap a Lengyel Zsuzsi nekem, az egyik nagyon kedves kolléganőnk, hogy ő legutóbb például kapott egy SMS-t, amikor feldolgozták azt a vérmennyiségét, amit tőle levettek, ilyen, és jelezték neki, hogy akkor igen, hogy akkor mentettek vele életet. És ez szerintem ez egy óriási érzés. Van ilyen, küldenek SMS-t, hogy most került felhasználásra a véred. Véletlenszerűen, hát ezt ne vicceljetek, már nem lehet követni. Véletlenszerűen? Véletlenszerűen. Most ráírják a kis zacsira, amit levettek igen tőled, az 5 decit, hogy 0630. Igen, hát hogy az összes személyi adatod rákerül szerintem. Igen, arra, tényleg fura, hogy olyan ember hiány van az egészségügyben. És valaki arra figyel, hogy hívjátok a Zsuzsit, felhasználtuk a vérét. Már küldöm is az SMS-t. Aha, tehát lehet, hogy csak a mozog. Marketingnek szerintem zseniális. Egyébként jó az ötlet, igen. Nagyon jó az ötlet, tehát tényleg jól esik az embernek, de én ezt nagyon nehezen tudom elhinni, de majd pénteken megkérdezzük, hogy van egy SMS küldő emberünk, aki követi. Lehet, hogy megvezetett a Zsuzsit. Azt nincs, aki műtsön, meg altasson. Szóval nagyon nincs olyan, aki szerintem csak erre van. Pedig milyen jó sztorinak indul. Pedig milyen jó szociodráma. Ne haragudj, hogy letörtem, de én ezt szinte elképzeltem. Hát 100 ezeren mentek el, nincs szakács, nincs pincér, nincs nővér, nincs orvos. Igen, azért ez picit nehéz elképzelni. Na, ha már kórház, hallottátok ezt a történetet, amit egy édesanyja indított? Egyébként egészen idevág, gyerekek, hát egészen idevág, a kutya fáját mennyire jól éreztétek, hogy ezt be kell hozni. Azt a leborult szivar végét. Margit kórház. A harmadik kerület, voltam ott sokszor gyerekkoromban. Miért? Hát, csúnya betegsége volt. Igen. Na, de most miért kellett köszönöm elmondani? Sokakat érint. Népbetegség. Már nem. Már vitrínben van az előbőr. Ahogy mondtad, egy... Na, én meg ezt nem akartam. Azt mondta, minden nap behozom adásba. Mondom, már nem hozom be adásba. Fíjt a szűkülettel volt a Maritóra. Óra szíj. Igen, egy bobellát hordtam rajta 10 évig. Na, szóval, hogy egy Margit kórházban szült egy édesanyja, tök helyes a történet, és egyébként hülyen tükrözi azon állapotokat, amik ugye az egészségügyben vannak jelen pillanatban. Mert azt mondta, nagyon hálás, hogy az orvosok bántak vele, és szeretném meghálálni egyfajta önkéntes akcióval, és hallok hangokat, vagy halucinálok, és ti nem hallotok semmit. De a Laci csám, ja, csak ez a témában van benne. Szült egy anyuka, majd azt mondta, hallok hangokat. A doktor maga is hallotta. Nem, én halucinálok, hogy valaki beszél. Laci, léci halkaban ez a tükör tojást, jó? Köszi. Na, szóval a lényeg, bocsánat, visszatérve ezen kis kitérő után, hogy szeretném meghálálni egyfajta önkéntes akcióval, hogy ilyen jó körülmények között szülhetett, bár hát nem a Margit kórházra értette, hanem hogy a körülmények ellenére is, hogy az orvosok, aha, mennyire kedvesek voltak bele, és elindított egy programot, ami arról szól, hogy örökbe lehet fogadni egy kórtermet. Ez egy jó ötlet. Ahol bent fekszem, igen, egy jó vakbéllel. Ami mindig a tiéd a mellett kerül. És kirakják, hogy támogatok itt én, hogy kis tábla az ajtó mellé, és mint az állatkertben az állatoknál, hogy, igen, ezt a Cerkóf majmot örökbe fogadta Sebestyén Balázs. Az intenzív osztályt örökbe fogadta. Miért pont egy majmot? Mert hát tudod, jó, akkor egy sisakos kazuárt a kedvencebe. Tényleg, pont, megint egy majom. Szóval örökbe lehet fogadni egy kórtermet, ami arról szól, hogy te tulajdonképpen felújítod, és önköltségre odamész, fogsz két festékesödőt, vagy viszel egy festőt, vagy megbízol valakit, és azt mondod, hogy ez a kórterem idézőjelesen a tiéd,
felújítod, megcsinálod. És baromi sokan jelezték egyébként, hogy 8 osztály szám szerint, hogy kórtermeket, fürdőszobákat, nővérszobákat kellene felújítani, nagyon örülnek festőknek, burkolóknak, hűtőszekrének, mikrónak, bárminek egyébként. Sosem tudhatod, hogy az a hűtő, amit egy kórháznak adsz, nem erre, arra kell majd, hogy a te bármidet is gyógyszeredet, ha van a kórházban éppen, akkor azt... Szimpatikus. Hát szimpatikus, de közben egyébként hol tartunk? Igen. Tehát az egész annyira szomorú, dermesztő, persze. hogy... Magad uram, ha állami támogatás nincsen. Figyelj, elképesztő. A szólás. Hogyha csináltunk pár hónappal ezelőtt egy adást arról, amikor is arra kértük hallgatnunkat, hogy csak szimplán írják meg nekünk, hogy mi milyen állapotokkal találkoztak, amikor a kórházban voltak. Hát az döbbenet volt. Elborzasztó. Szóval amikor már ők vitték a gyógyszert, már az, hogy viszel kaját meg WC papírt, oké. De mondták, hogy nem tudnak fájdalomcsillapítót adni, emlékeztek erre? Igen. És vitte egy gyógyszert. Na, szóval, hogy spórol az intézmény akár több 10 millió forintot is, amit esetleg másra költhet el, nyilván ha kap, és az önkéntesek nevét pedig, ahogy te is mondtad, a támogató között jegyzi a kórház, ami inkább egy ilyen hát erkölcsi elismerésokra nem megyünk vele. Na nem is biztos, hogy kell, mert ilyenkor az ember nem arra vágyik. Hát, és ha mondjuk te örökbe fogadsz egy műtőt, vagy egy kórtermet, akkor neked van bérelt helyed. Már nyilván nem ezért csinálja az ember, de egy kis sarok, ahova néha bemehetsz, kicsit leülhetsz, megnézheted, az állatkertbe is kimész az állatodhoz. Akit örökbe fogadtál. Nekem van, ugye Zsül az egész parasztudvart nekem adta. Én nem ragaszkodnék hozzá, én nem akarom. Nem, valahogy ez úgy bevonza azt, hogy előtt be is kerülsz. Szerintem egyébként egy nagyon pozitív dologról van szó. Tehát, hogy tényleg ne forduljanak el olyan esetek, hogy hát sajnos rossz, amikor rosszabbodott a beteg állapot. Miért? Egy vakbél műtétel volt. Igen, de a fejére esett egy vakolata. Tehát, hogy ilyenek ne legyenek, és benne van a pakliban. És akkor lehet eszközöket is venni, lehet a felújítást csinálni. Ha valaki csempézni tud, akkor kicsempézi a fürdőszobát. Igen. És akkor nincsen fel a műtőt, és akkor vegyünk bele berendezéseket. Barna csemper, igen. És aztán képezzünk ki orvosokat. Barna csemper rózsaszín fogával. Én azt nagyon szeretem. Igen. Nekem az a kedvencem, a barna csemper rózsaszín fogával. És fehér fityulával. Hát állítok óriási siker. Nyilván, mármint, hogy maga a megosztás a Facebookon, hogy lepusztult kórtermeket hozzanak rendbe, de hát nem tudom, hogy mennyi az önkéntes, hogy meg kéne csinálni egyet, nem? Azt. Hogy fogadjunk, hogy lesz egy morning show szoba. Hát nem kell, hogy így hívják. Nem azért csináljuk, hát de most ha Kovács Péterként örökbe fogadsz, az ki van téve, akkor a morning show is ki lehet téve. Ki lehet, hogy rajzolunk nem egy napot. Nem azért akarom csinálni, hogy majd mi ott akkor ezzel arcoskodunk, mert... Gyerekek, Teddy hengerezésben... Verhetetlen vagy? Én jó vagyok maszkolásban. Rátok pirítok. Maszkolásban? Aha. Az mi? A Teddy hengerezésben jó. Nyilván ő, aki azt se tudja, mi az, hogy maszkolás. Az hát, az a glettelés? Nem, körbe ragasztod az ablakot. Amit a Jula felhagyott itt. Tudod, az, amit nagyon szépen a külső stúdiónknak a falán itt van még mindig. Amikor nem szeretnéd, hogy az ajtótok meg az ablaktok is festékes legyen, akkor szépen egy ilyen papírszalaggal körbe ragasztod. Na, ez a maszkolás. Megmondom, mit csinálunk. Na mi? Te festesz. Igen, te kitaláltad, mi megvalósítjuk. Fogtok két rohadt nagy díszperzites ödre. Ma délután ott vagytok a Margit kórházban, holnapra kész vagytok. Jani, felmászol a Ferinek hátán, a nyakába ül. Megfogod azt a rohadt Teddy hengert. Kérdés, igen, adunk-e garanciát a munkára? Ugye hát ez egy jó kérdés, igen. Az előző témánkhoz vonatkozó. Ne, csinálj meg egy kórtermet. Csináljuk, jó. Hangzik. Jó, veszünk festéket. Szerintem mindegy. A lényeg, hogy... Akkor inkább profikkal. Igen, én is azt mondom, hogy szóval jó vagyok Teddy hengerezésben, de menedzseljünk le nekik egy kórtermet, átol szedik mindennel együtt. Hát csináljuk meg egyet. Nagyon jó. Sose lehet tudni, hogy az a kórterem, amit rendben hozol, nem köszönte rád egyszer. És ránézel arra a fehér falra, és ott fekszel, majd szívosszállal szállal, és mondod azt, hogy de jó, hogy legalább kifestettünk. De szépen igen. Azok az ecsetvonások. Hitteltél, vagy hát, mindig ezzel szoktam a bőrkeményre is levakarni a könyököm. Igen. Csak nehogy baj legyen a garanciával, ahogy a reggeli. Ja, indexes hír alapján megbeszéltük az ingyen tévés történetet. Na, szóval kitaláljuk, leosztjuk a bizniszt. Jó. Aha. Elmegyek a kis puhakacsommal, megveszek, megmondjátok hány liter, oda mint szállítjuk. A kávét, akkor jó. Okay. Hosszú projekt lesz meg. Olyan festőim vannak, addig lesz így dolgoznak. Mi, amire te ezt megveszed. Összedobjuk, szétdobjuk, kicsit bizniszelünk, kicsit megszerezzük. Sanyiékat. Sanyiék nagyon jók. Sanyi jó? Sanyi a festő. A neve Sanyi. Alapján Sanyit megvettem. Sanyi a legjobb. Vittyentsünk ott rendbe egy 2-3 kórtermet. Nézzük meg, mekkora egyes. Ledumálom velük.
Halkszabó. Kettőt, mit tudom én. Hát megnézzük mekkora. Nem iszik, rendet tesz maga után. De jó, nekünk az kell, ne hozzon ránk, ne hozzon ránk a szégyen kultúrát. Ugye a kórház volt a létrán billegve sörös üveggel. Mondanám, hogy oda megyek. Gágágoktak. Mit csinálok? Semmi, balik felújítam. Jézus, te ők hozták ezt az állatot, és egy létrával a műtő mellett tudod, hogy egyensúlyozik. Na, rá garanciát vállalok. Oké, megnézzük, hogy mi kell, megnézzük, hogy mekkora egy ilyen korterem, és akkor amennyit tudunk vállalni, egyet-kettőt megcsinálunk, meg kis zöldet tegyen be, egy kis napocskát tegyen bele, holdat tegyen bele, valamit. Az de jó, ilyen gyerekkorterem. Én tök suta vagyok egyébként, tehát én bírnám azt, hogy oda megyünk, megmondják, hogy mi, és akkor ott megcsinálják a profik általunk, meg mi menedzseljük az egészet, meg finanszírozzuk, csak tényleg a kettőt vonok utána, nekem meg volt a Teddy Henger. Na, az én mondom. Te ismertek, milyen vagyok. Az jó lesz alapnak, alapszínnek, az legyen legalul, amit te húzol. Figyelj, Sanyi oda megy, felméri, megmondja, hogy miből hány liter, mi kell, és utána az egyéni igényeket jó. Is természetesen figyelembe fogja venni. Jó, és csempézünk is, vagy mi van? Hát amit kell. Ha kell, akkor tehát az azt mondják, kell. Hogy ők ide ezt szeretnék, és megcsinálunk nekik cakkumpak egyet. Tud, de szépen hideg burkol. Hallod mindent. Ha csempe kell, csempét rakunk, azt mondja, hogy legyen, is. Szeretnének be egy hűtőt, berakunk. Ha most halmába akarja a fejét. Kifestünk, amit kell. Jani, ne mondd, hogy hideg nem burkolási. Tudok. Egyébként a Dini tök jó fej, mert azt mondta, hogy lehet itt álszenteskedni. Kérem szépen. Meg azt mondja, jaj, hát erre nincs szükség, de igen, tök jó. És bárki, aki jön, és de tud, jó. Az segítsen. Mennyire jó, nem? Hát most ez van. Hát most ja, egyrészt az, hogy bevállalja magát ezt a dolgot, hogy csináljuk, másrészt meg, hogy elmondja, hogy lehet tényleg azt mondani, hogy majd az állambácsi rendbe rakja, de vagy valaki. Hát most nem sok fogja. Kellenek az adófordítók. Hát itt a migránsok itt vannak a déli végeken. A migránsok. Tehát ugrának azok át a kerítésre. Arra sok pénzt kell elkölteni, arról tényleg itt vannak már. Igen. Na mindegy. Szóval. De jó. Jó, csináljuk. Oké. Okay. Legyen. Nagyon hogy menedzseljük le a dolgot? Hát nyilván a Jani és én. Igen, amit te valamit csinálsz valahol. Menj pihenj ki magad, holnap is lesz műsor. Nyilván speciál, tehát azért nem biztos, hogy bármilyen festék jó. Tehát ezeket meg kell tudjuk. Igen. Meg kéne nézni mekkora, akkor Sanyival kimegyünk fölmérni a kortermet. Mekkora, meg kell kérdezni, hogy mit kell benne csinálni. Tehát, igen. Hogy van-e burkolás, vagy csak festés. Milyen festés kell? Kell-e hűtő? Összeírjuk, neked odaadjuk a számlát. Te nem, nekem adjátok a generál kivitelező cím. Én vagyok az, aki... Az mindig ő nyújja a legtöbbet. Hozzad, fogjad, vedd meg. Én intézem, jó? Én leszek a generál kivitelező. Jó? És ha én adom majd egy picit már megrendelő nevét a számlára, hogy el tudjuk számoltatni. Rohadnék a leírót. Költség kell a költség a BT-be. De hát mégis. Nem, az van, hogy tényleg majd a főigazgatóra megmondja, hogy nekik mik az igényeik, tehát hogy ne a saját pinkból, meg főleg ne Balázsra. Itt van már a vonalban, most láttam, hogy az legyen sejem tapéta, meg tudod. Sejem tapéta, én olyan vagyok. Hova tehetjük a jacuzzit? Megjött a 4K-s plazma. Szerintem a 4 kupido kicsit sok. Igen. Itt van a főigazgató vonalban, dr. Vadacsony Szabolcs. Szabolcs, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Nagyon tetszett, amit mondtál egyébként a hír kapcsán, igen? Hogy nem kell nagyon álszenteskedni, erre valójában szükség van. Ez tök frappáns volt. Én is azt gondolom, hogy most lehet ezen ilyen álszemérmeskedni, meg álszenteskedni azon, hogy nincs szükség összefogásra, meg segítségre. De a kettő nem zárja ki egymást, azt, hogy az állam betölti a feladatát, és azt, hogy egy helyi közösség megpróbál egy számára fontos intézményen segíteni, az szerintem a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, sőt egymást erősítheti. Hát abszolút, persze, így van. Alapjában, hogy mondjuk egy korterem felújításában gondolkozunk, akkor miben kell gondolkodni? Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk a nevünkre veszünk egyet-kettőt, de nem is a névrevétel a lényeg, hanem nekiugrunk két korteremnek. Oda viszünk embereket, festéket, festés, csempézés, nagyjából így, vagy van még valami hát plusz? Igen, a festés, a csempé, a padló, mert általában linoleum van a kortermekben. 2016-ban linoleum van egy korteremben, gyerekek, hát... Ez nem feltétlenül rossz. Van minőségi linoleum is. Ráadásul ugye a tisztítás meg a higiénia is nagyon fontos, és hát neki meg kell felelni bizonyos elvárásoknak is. Tehát ez is benne van. És hát a fürdőszoba, a vizes blokkok, ez az a legnetesebb ma ezekben az intézményekben. Hogy például a Margit kórház megépült mondjuk 30 éve két panelépület, hát el tudjátok képzelni, hogy milyen állapotban vannak a csövek, a vezetékek, a vizes blokkok. Tehát ez még a klasszik időszakban készült.
tehát ennek megfelelően olyan állapotok is vannak. Tehát a csili-vili mellett fontos az, hogy ezek működőképesek is legyenek. A kórház az maga erejéből is próbál, és újítgatja fel folyamatosan a hoteleket, már úgy értem a kórtermeket, de hát ez szükség van segítsége, és hát ugye, ha a Janit érdekli, a bunkerépítésben is gondolkodhatom. Na, nagyon jó, nagyon örülök neki, és egyébként ez külön öröm, hogy csak 30 éves a kórház, mert egyéb más magyar kórházaknál oda kellene figyelnünk a freskókra, a barlangrajzokra, stb. Akkor van 100 évesnél idősebb épületünk is, tehát hogyha abba akartuk utazni, akkor ott is lehet, tehát nagyon szép régi épületünk van, még század elejé fotókat is tudunk mutatni, ahogy ez kinézett anno, de azért itt a fő feladat a két panel épületben. És addig kijönnek a kórteremből? Vagy ezek olyan kórtermek, amiket már nem lehet használni, annyira le vannak pukkanva? Nem, ezek teljesen működőképes kórteremek. Nem arról van szó, hogy most mi itt összeödölne a ház, hogyha ha nem lenne segítség, hanem azt szeretnénk elérni, hogy akik hozzánk jönnek, a lehető legkevésbé érezzék magukat rosszul és rideg környezetben, hanem próbáljuk meg barátságosabbá, amennyire lehet komfortosabbá tenni egy kórházat, ha már muszáj itt eltölteni néhány napot, vagy akár több hetet egy betegnek. Tehát mondjuk egy ápolási osztályon, ahol az idős emberek heteket, hónapokat töltenek, egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk a női mosdó hogyan néz ki. Megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy tisztálkodni tudjon, hogy egy idős beteget meg lehessen fürdetni. Tehát ezek azért a napi problémák szintjén ott vannak, de nem arról van szó, hogy most mi lennénk a leglepusztultabb kórház Budapesten, tudok biztos rosszabbat is, még ti is mondani, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy mi szeretnénk magunk erejéből, meg a közösség erejéből mindig egy kicsit jobbak és jobbak lenni. Ez a kampány igazából erről szól. Nem egy segélykiáltás, hanem hogy persze, de ha valaki jön és segít, akkor miért hajolnátok el? Persze. Jó, oké, hát akkor most már felvettük a kapcsolatot, meg beszéltünk, könnyebb lesz akkor így az ügyeket intézni. Várunk titeket sok szeretettel. Nekiugrunk akkor ott egynek. Jó, vagy megnézzük, hogy mekkorák, nem tudom. Én nagyon sokat jártam Margit kórházban régen, mert a harmadik kerületi voltam, vagy vagyok, vagy még mindig. Tehát, ez egy jó tulajdonság. Jó, igen, mindig rohadt sokat kellett várni, a Röngerre gyerekként ott ültem mindig, ahogy jó anyámmal. Ültünk, soha el nem múltott, mentünk fel a villamos megállóból, de nagyon szép helyen van egyébként meg, hát. De ráfér valójában, igen, a felújítás. Jó, jelentkezni fogunk akkor, és akkor megnézzünk egy-két kórtermet, és akkor így nekiugranánk a mi kis emberkénkkel. Nagyon helyes, jó? Nagyon helyes. Köszönjük szépen. Köszönjük, jelentkezünk nem sokára. Köszönjük, Szabó, hogy hello. Köszi. Na gyerekek, ezt meg kell csinálni akkor itt most már nem lehet pácban maradni. A kereszteléstől, vagy az esetleges névrevevést, ezt elfelejtettük megkérdezni, hogy biztos van ilyen, mit tudom, egy Semmelweis kórterem, meg Kalkutai Teréz anya, hogy akkor lesz morning show? Nem, Szent Balázs kórház. Irgalmas Balázs. Mi fogunk ott melózni, megáll. Irgalmas Balázs. Igen, hogy beléptek a kórterembe, ezt fogják dugálni. Irgalmas. Így van. Figyeljetek csak, nem maradt meg mellett közben. Jó, ugye, nem maradt meg a múltkori turnénkból a csempe, ami mi vagyunk rajta. Hát azt simán fel lehetne tenni. Nem áll, ne, de annyira nyomorult. Annyira nyomorult promóció. Nem a promóció, hát csak a csempe. Ne, rajzoljunk is holdacskát, meg mit a virágot, meg mit a gólyát, ilyeneket szoktam, nem? Gólyát, meg húkot, meg ilyeneket. Hát már ha ezek gyerekkortermek lesznek. Jó, hát megnézzük, persze. Az idősek is biztos örülnek neki, de szerintem, hogyha gyerekkortelem, akkor mehetnek ilyenek. Jó, oké. Készítünk ilyen kis sablonokat papírból, ami középen úgy ki van vágva, és akkor azokat így majd Sanyék átfestik. Megnézem majd, hogy te kis sablonokat vágsz. Nagyon jó sablonos szerintem. Őrületesen jó sablonvágó vagy egyébként? Jókat csinálok. Hányas volt a sablonvágásból? Sablonból volt egyszer egy 2-5-ös, egy 4-es, meg egy 3-as alá. Becsúszott egy 3-as alá. Na jól van. Oké, beszámolunk majd arról, hogy állunk, jó? Ha bárkinek egyébként van kedve, akkor tessék keresni a Margit kórház illetékeseit és csatlakozni. Ha ott 2-3 kórtermet már sikerül kirítjentenünk, akkor jó lesz. Úgyhogy jelentkezzetek nyugodtan. Jó, mi a magunk részét azt megcsináljuk, nem arra, hogy hozzatok festéket meg erre, tehát azt megcsináljuk, hanem ha még van kedvetek egyéb. Dumálok Sanyékkal. Sanyi a festő? Nagyon gyönyörűen tisztán dolgozott. Igen? Egyébként szeretem kis kell menni a kórterem, mert általában úgy szokott, hogy középre összetollak mindent és letakarja. Jó, de szeretnék ott beteg lenni. Csak
elnézést, aranyom, jön már az ebéd. Várjon, még mama, egy sor van a fehérből. Mama, marad, még húzunk a Edivel kettőt. Viccelünk, halló. Jaj, mielőtt igen. Jó, betegeken vicceltek tegnap a Morning Show. Nem, köszönjük szépen, nem kérünk ilyen címlapot. Igen, a riposzt már vérbe váltotta a klaviatúrája. Így van, így van. Menjetek nyugodtan a volt olaj felé. Jó, de a riposzt már nem mi. A riposzt mindig örül, ha belerúghat a simi birodalomba. Ahogy látom, Éva, de már mi nem azok vagyunk. Ki tudja? Már Megnát Holding. Megnát Holding. Mi már Magyar Holding vagyunk. Na, oké. Okay. Akkor el kell küldenünk az előörsünket szemrevételezni a kortermeket, jó? Úgyhogy akkor erre rá kell állni. Fél tíz múlt, pontosan 3 perccel, 3-asugrás, játszunk már is valakivel. A 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Márk vagyok. Szia! Hello, Márk! Látszik, ma ilyen pasi napunk van. Márk, hello! Honnan hívtál minket, Márk? Győrből. És ez az életkedv, és ez a lendület, hát, és ez a vitalitás, hihetetlen. Ahogy te pöröksz, nem pörög úgy. Minket nem szeretsz, vagy Győrt? Igen. Feltartunk, nem akarunk, végképp, abszolút. Hát mondjátok csak nyugodtan. Óriási vagy. Nagyon jó. Jó, jó, most kezdtelek el. De kedves vagy, nem bántottál meg minket. Nagyon, mivel foglalkozol már? Én labdarúgó utánpótlás edző vagyok. Ó, szegény. Ja, akkor érezzük, mi a fásultságok. Érzem a lemondást, akkor ez az oka a lemondásnak. Nem, egyáltalán nem. Nem? Nem, délelőttönként pályázatokat írok, úgyhogy most az a szakasz van. Hát ti még mire pályáztok, hát tele vagytok pénzzel? Még milyen pályázati pénzt akartok még? Hát komolyan mondom. Hát én egy kis csapatnál vagyok Győrújfalun, és ja, ott azért annyira nem vagyunk tele pénzzel, mint mondjuk egyéb kluboknál. Uh-huh. Szóval délutánra azért ez változik, ez a lelki állapot, akkor sokkal jobb. Elkeseredje egy Győrújfalú kis település, hamarosan minden településre lesz egy stadion, úgyhogy elkeseredje. Biztos nektek is lesz egy szertáratok, amit Makovec tervez. Hányan laktak ott Győrújfalun? Hú, hát én nem ott lakom. De akkor körülbelül hányan vagytok? Kettő, de olyan 1500-600 körüli. Kimondtad a bűvös szót. Ha van 1000 lakos, ott már holnap téglát rakom. Reméljük, hogy valami lesz. Annyira nem reméljük. Márk, figyelj ide. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem, hát tök közepes. Közepesek. Sokat menni, Márk? Attól függ, milyen témakör, ha mondjuk ilyen filmek történet, az annyira nem szokott. Az elsőn úgy át fogsz menni, hogy észesen veszed. Nem hiszem, egy focis kérdés az első. Na hát. Hát hihetetlen. Ezt a mondat. Úgy át fogsz menni, mint a szolnoki gyors pokoltanyán. Ahogy a magyar válogatott átsúha majd Ausztrián, tesó. Na figyelj ide. Mik a budapesti Vasas SC klub színei? Így szól az első kérdés. Ez a piros és a kék. Na, így van. És itt benyomtál van egy kék-fehérre. Tudod, hogy le is kezdtük. Már ugyanúgy örül, ahogy szomorú. Piros és a kék. Gól bajnokok vagyunk. Így van, menjünk. Menjünk tovább már? Menjünk, persze. Nem akarlak nagyon felizgatni, vagy kizökkenteni ebből a tudatállapotból. Tehát... De miért jobb lenne, ha egy mészői lenne? Képzel, mi lenne, nem tudnám választ. Igen. Melyik kontinensen találtam, milyen már így szól a második kérdés? Milyen már... Ázia? Na? Mi nagy altál, hogy játszottatok-e már velük? Nem, hát elkezdtem beütni, de olyan lassú volt a gép, hogy inkább bemondtam. Nincs még széles semmi. Ezt is írt bele a pályázat. Ezt is tett bele azért. Kéne egy kis gyors internet. Na? Hát milyen téma körül a harmadik kérdés, ha lehet ezt tudni? Irodalom. Kvíz. Az a lényeg, már ne kapkodj, te csak úgy szépen fontold meg, rágd meg, hogy akarod-e. Ne siess. Na, menjünk neki. Ez a beszél. Ki írta egyik művében Hasalkos Gyarapics a hazafényre derül? Nem ránk szólt, ez benne van. Kötsei Ferenc. Így van, pontosan. Egy okos futballista. Most ezzel rosszat mondtam? Nem, hát így kategorizáltál, de nem, azt mondtam, baj. Egy okos futballista. Egy okos futballista. Semmi baj. Most ha minden előítélet elhangzott, azt hiszem az elmúlt 5 percben, úgyhogy... Nem, ha előítéletesedtem volna, akkor okos más mondanék. Nem vagyok. Azt, na, milyen okos vagy. Hát meg az előítéletek azért vannak, hogy rácáfoljanak. Így van.
Na, akkor nyertünk, ugye? Így van. Ja. Így van. Hurrá, hurrá. Megnyerted. Júj. Jaj, de jó. A kezdőkorodban volt olyan, hogy, hogy odaszóltál a segédedződnek, hogy akkor nyertünk, ugye? Tényleg, mikor hol van, akkor is győzsz. Tényleg nem tudlak elképzelni, hogy mit tudom. Nem. Egész más, hogy viselkedek mérkőzések. Csúszol a fülön hason. Azért ez más, mikor itt telefonon itt izgul az ember. Persze. Még a salakoson is csúszol, ha győztek. Egyébként igen. Igen. Kiborított a pályázatírás. Azért ez is komoly meló. Hát figyelj. Ez egy állami pályázat, vagy EU-s, vagy milyen? Hát tudjátok, ezek a TAOS pályázatok főleg. Ezek a látványsportágakban működnek. Hát reméljük, akkor a legjobbakat. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Szuper, köszi szépen. Már, köszi a játékod. Köszi, hello, sziasztok. Hello. Ezeket a pályázatokat a legmagasabb szintre kell küldeni, ahhoz, hogy értő fülekre találjon. Nem megyek bele kompromittáló kérdések megválaszolásába. Fel se veszem a kesztyűt, és ezt meg se hallott. Csak a címzés miért érdekel, hogy felséges uram. Itt a játék vége. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ajajajajaj, megmagyaró ráncolja a homlokát. Neki ezt nem mondták, nem sokára, azt mindjárt jön a telefon. Gyere be, János, légy szíves, az irodámba kicsit elbeszélgetni. Félreérthető volt a múltkor, amikor azt mondtad, mit is mondta, excellencia? Nem, mert fasziusos. Mindjárt megszólal a telefonod? 3-4-10 lesz pontosan, 6 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 van pontosan, mutatjuk már is, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Elmeséltem nektek egy történetet korán reggel, hogy egy drón repült be a kertünkbe, illetve hát pontosabban nem a kertünkbe, hanem a házunk fölé, több ház fölé, amerre én lakom, és próbáltuk megfejteni, hogy ki lehetett, mi lehetett, hogy néz ki egy ilyen drón, milyen lehetőségeid vannak, és hogy lehet védekezni a kukkolók és a leselkedők ellen. Megfejtettük az ügyet egyébként. Meg, és sőt, kitaláltuk, mi a jó megoldás. És még be is fog repülni, mert nem láttuk ma semmelyik bulvárlapban a cikket. Tehát, hogy még azt vagy feldolgozzák, vagy nincs elég bizonyíték, igen. Erről volt szó, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, valamint ugye foglalkoztunk a nyári szabadságolásokkal is, hiszen ilyenkor nagyon sokan vesznek egy nagy levegőt, állnak oda főnökük elé, és mondják azt, hogy szeretnék elmenni egy vagy két hétre. És hát kiderült, hogy a főnökök rettentően kreatívak, ügyesek, leleményesek, ha azt kell megmagyarázni, hogy miért ne menjen az illető szabadságra. Egészen elképesztő SMS-eket kaptunk, és történeteket hallottunk, hogy hát tényleg a főnökök milyen kreatívak, és hogy nem engedik el az alkalmazottakat szabadságra. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc van pontosan 10 óra, hívjuk a nap hallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Azt hiszem, hogy az M7-es 105-es kilométerénél Pest felé a segélyhívó telefon mögül méret három láb, úgyhogy vigyázzon. Vigyázzon mindenki, jó? Jaj, de jó. Hello. Hello, Balázs, ciao, Morning Show, szia, Jani Feri. Hello. Szia. Hát még a Best Of-ban is benne volt az SMS, te voltál az utolsó. Jaj, hát nagyon sajnálom, online hallgatlak titeket, és nem is néztem, hogy mennyi az idő, hogy hívhatszok. Na, tudod, Réka. A csudába. Mindig ilyenkor csörgünk, 10 előtt. Hát nagyon sajnálom. Hallgattál bennünket, ezt mondod, igen? Igen, csak online, és igen, hát ott még nem tartok. Még csak most néztétek vissza a mai napot. Ja, a csudiba. Ja, várjál, tehát ez később jön, persze. Igen. Csudi. Ezt az időcsapdát te online hallgatsz minket, igen. És amikor megszólalt a telefonod, akkor mi még ugye az online-ban csak nagyjából az SMS-eknél tartottunk. És gondoltad, ezek nem lehetünk mi? Hát igen. Pedig számítottál rá, hogy bemondod, vagy be akartad, vagy bemondtad volna? Én egyébként egy pillanatra átfutott a fejemen, hogy igen, talán esetleg, de... Hát nincs vesztenivalója az embernek, hát maximum azt mondják, hogy nem én, vagy nem mi, hanem valaki más. Ja, igen. Hát, mit csinál nem baj, majd legközelebb. Mit csinál a főnököd, a gyermek? Bent van egy másik irodában. Aha. Már ilyen okos, hogy irodában dolgozik 4 évesen? Igen, úgy hívják, hogy Jobbi.
Tényleg? Persze. Mert ugye az SMS az az volt, hogy mondtam a főnökömnek, elmennék szabadságra egy hétre, azt válaszolt, inkább hozzam a reggeli műzlét, négy éves. Négy éves a fiam. De mi nincs óvia, vagy hogy nálad van? Hát most óvia, ez a mindennapos tér. Hát, tehát, hogyha a nyáron el akarnék menni, akkor ez lenne kb. A válasz. Nyilván ez így, ahogy volt, nem történt meg, de azért vicces lett volna. Persze, nem azt értem, csak hogy most hogy nincs ő óviba, mert hogy ilyenkor még van óviba. De, óviba van, abszolút óviba. Az ő saját kis irodájába, persze. Ja, az az ja, irodá. Az aha. Na most tettük na, össze. Most, lassan, most értünk el egymáshoz. Oké, Réka, figyelj, azt nézem, hogy... Hogy van egy-két plusz ajándékot, ha jól tudom, a reklámblogban, azt ha tudod, hallgasd meg, akár online is. Hát ajándékcsomagot nem tudunk adni, de van néhány ajándék, amit igen. Jó? Oké, jó. Köszi szépen. És hát a legközelebb ilyenkor megszólal a telefonod, akkor mondani kell. Ezen túl mindig így veszem fel a telefon. Hát, vagy leginkább akkor, ha írtál SMS-t. Ha nem azért, akkor jó. Az nem biztos. De ha írtál, akkor azért azok lehetünk. Miattunk olyan, okay. Megígérje, amit úgyse fogsz betartani. Igen. Hol hallgatsz minket, okay, Réka? Hol hallgatsz minket? Pécsen vagy. De jó. Igen. Jó van, puszilunk, jó munkát neked. Nektek is. Köszönjük, ciao. Szia. Hello. Hello, hello. Az milyen, hogy az online késik, és még nem voltunk ott, és ezért nem mondtál. Mennyire durva. Nem? Online hallgatlak, még csak az ismétlés megy, nem lehetnek a varázsok. Na jól van, oké, Csabi jön a kívánság műsora, mi pedig jövünk holnap, te nem vagy holnap, nem? Feri nincsen. Ugye, hát gyerekek, te mész a Harley-ra. Igazoltan, távol vagyok, nagyon későn kezdünk, és az én szervezetem már nem bírja azt, hogy valamikor hajnalban hazaérjünk. Nem, meg hát én nem ülünk autóba azért. Meg hát nem úgy fogunk hazaérni, úgyhogy ez van, de majd beszámolok róla, ha vétlenül megint elaludnék a vonaton, mint tavaly. Bill kapitányok után jönnek Feriék. Hát... Igen. Hát reméljük. Igen. Reméljük, hogy jövünk. Tudja, hogy nem marad a Bill. Hát nem marad, az nem maradhat el. Pataki terabolyák az UFO-k, akkor egyel előre ugratok. Évféltől följöttök a line-up, vagy 8-ra, mert Pataki terabolták. Akkor holnap ketten vagyunk? Holnap ketten vagyunk. Nagyon jók lesztek, én jól leszek, úgyhogy pénteken találkozunk. Na, nagyon jó. Jó van, Ferenc, jó mulatsit. Hozzak ajándékot. Hát, ha hozol egy hárlit, az jó. Aha, hozzá egy oldalkocsit, jó? De... Hogy valahol te is tudjuk. Nagy ötletem nincs, hogy mit tudná hozni egy hárliról. Azért nem tudom. Hát, egy félig megrágott hotdogot. Meg egy jó lepényt, egy ízű kürtös kalács, nem tudom, valami. Figyelj, tudod, hogy minden elfogy. Tehát, hogy nálunk nem, mi nem vagyunk mérgesek semmire. Ott tettük azt a nagyon finom zsírmentes ilyen olasz lángost. Ú, de jó volt. Az de jó volt. Igen. Jól van, na jövünk holnap akkor 6-kor. Jó mulatás neked. Köszi. Csabi jön a kívánság műsorra, kérjetek tőle dalt. Jó, mi pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.